Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. FM-en. 6 óra múlt 15 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, elkezdjük ám a reggelt, nem mentünk mi sehova. Azt hittétek, hogy nem, ugye? Ugye? Pedig jaj, de. Hát ne legyetek ilyen kis, nem is tudom micsodák. Itt vagyunk, csak hát gyerekek, megy a rádió, hál' Isten, addig vagyunk mi is, amíg ez a rádió megy, és sok a reklám, aztán még van egy zene, és ez most negyed hétre jött ki, de nagyon örülünk, amikor már hiányoltok bennünket SMS-ek formájában, hogy kezdjünk már, hol vagyunk, mi van már, ez azt jelenti, hogy megtelt a nézőtér, és nem sokára színpadra lépünk, nem olyan? Amikor így jönnek az SMS-ek? Egyébként egy se jött, de hogy... Az mindegy, de jó lenne. De hogy egyébként érdekes. Ezt így jó mondani, hogy jönnek az SMS-ek, nem jött. Egy se, hogy hol. Hogy hol vagytok, mi arcoskodnék, de nagyon játékra jelentkeznék, mi van a játékkal, hol van közlekedési ír. Egy darab SMS nem hiányolt minket, de nagyon jó érzés akkor is, hogy oda képzeljük azokat az SMS-eket, hogy hol vagytok, gyertek már. És azt is elképzelhet, hogy kiabálnak ott, hogy gyertek! Igen, hogy valaki fekszik a paplanat, miért nem kezdenek már a baliék? Valaki vezeti a kamion, mi van már, Jani van, mi nem szól már bele, valaki otthon vízé keveri a hárán. Tehát hát hol ez a Feri? Tán elütötték a bringával? És tök érdekes egyébként, hogy ahogy elkezdted így mondani, tényleg is így vázoltad, hogy a nézőtér megtelik, hogy a lelki személy előtt megjelent tényleg egy hatalmas nézőtér, ahol 1,5-2 millió ülőhely van, és az emberek szépen lassan leülnek, a kezükben ott van egy ilyen kis menetrend, és akkor nézik, igen, jó, akkor fekete-fehér, igen, nem, igen, ott hármasokra sok témaváltás, jó, igen, igen, leülnek, mindenki fészkelődik, ne szörögjél már, ne csörögjél már, mindjárt kezdenek. Elrakják az utolsó sió ivólevet. Elkezdenek kialudni a fények, és egyik a másik után, utána pedig felcsendül egy szignál, függöny szét, és ott ülünk mi hárman. Igen, egyébként egy élő rádióműsor a színházban, nem is rossz, nem is rossz ez egyébként, nem, nem rossz, nem rossz ötlet. Jaj, gyerekek, jó idő van, és egyre jobb idő lesz. Erről azért beszélünk két mondatot. Hát, ha valaki ugye most készül öltözni, 14-15 fok van, és egyre melegebb idő lesz. Bizony, de legjobb hír, ugye jövő héten kitelepülésre fogunk menni, és hát hétfőn Sopronban a Deák téren kezdünk, és én azt látom a kis időjárás előrejelzőmön, hogy hétfőn Sopronban napsütés. Egy hatalmas napocska. Én is beállítottam. Na várjál, akkor hasonlítjuk össze. Azt mondja, hogy 8 és 20 között. Jó, tehát 8-ban kezdünk, 20-ban végzünk. Igen, menő. Nekem 21-et mutat Sopronba, és szikrázó napsütés, kedd napsütés, szerda napsütés. Csütörtök, péntek kicsit eső, az annyira már előre úgyse tudják megmondani. Vasárnap, igen, szombatosnap az elég trágya. Még tennék hozzá, hogy azért nem egész héten Sopronban vagyunk. Tehát, hogy beállítottad a Sopront, az nagyon jó hétfőre, de kedden már nem ott vagyunk. Mindig úgy állítom, hogy majd hétfőn beállítom keddet, kedden szerdát, hát most egyelőre csak Sopronban. Most lássuk Sopron, aztán majd hétfőn beállítjuk, hogy mi történik kedden velünk Kecskeméten, aztán Baján, Salgótarjánban és Budapesten leszünk. Pontosan egy hét múlva ilyenkor már az Árkád üzletház előtt a Fehér úti bejáratánál. De a legfontosabb tényleg a Sopron Deák tér. Nagyon jó. Ez a hétfői helyszínünk, és itt indítjuk az országjáró turnénkat. Hova tűnt a vihar, az Armageddon, amit tegnap még néztetek, amit ígértetek? Hát én csak a híradót láttam. De ha Jani is azt mondta, megnézte tegnap reggel ugyanígy a telefonod, és azt mondta, hogy hétfő reggel Sopron eső. Igen. Vagy legalábbis volt egy kis felhőcske a napocska előtt. De beszéltem egy nagyon kedves hacker ismerősöm, aki lerántotta róla. Én tegnap nem láttam vihart, vagy nem volt vihar, viszont a híradóban, amit mutattak, az elképesztő volt. Nem láttam, néztetek véletlenül a híradót? Én valahogy belefutottam, az egyik gyerek nem volt otthon, a másik velem volt, és akkor így volt egy kis nyugi. Meg tudtam nézni, olyan természeti károkat mutattak, konkrétan erdők tűntek el, és ez Magyarországon nem lehetett megközelíteni egy-két tanyát, elverte a jég a káposztát, így mutogatták ott a gazdák, fú, nagyon kemény, nem is tudtam, hogy ilyen vihar volt. Ugye itt a fővárosban azért ritkában élünk meg ilyet, mert hogy ami nagy vihar van vidéken, az nem biztos, hogy ide ér. Iszonyat nagy vihar volt. Déli vidék volt, nem? Így van, igen, és mindent elvert, és konkrétan nem egy fát döntött ki, hanem mutatták az erdőt, és olyan volt, mint ha valaki egy ilyen stíl, nem tudom, fűrészsel így végigment volna az erdő. És ki volt dőlve az összes fa? Tessék? Ők jönnek? Igen. Speckol.
Na, akkor még kínfűrésze, mindéket szeretjük. Mindenkit szeretünk. Na, igen. Vajon miért mondták? Ja, mi? Hát jövő héten országjáró kitelepülés csak lesz. Mindenkit szeretünk, akinek fűrésze van, favágó eszköze. De szörnyű volt, és szegények ott mutatták a termésüket is, hogy mit csinált vele. Hát ez most tudja az ember, hogy az ország egyik részében mi történik, ha a másik részében nem ugyanaz. Nem? Mert itt Budapesten hát volt vihar, meg volt szél, de az nem volt ekkora. Meg hát az a durva, hogy ez egy nem egy túl nagy ország, aztán mégis az egyik végében ilyen dolgok történnek, a másik végében pedig, érted, vidáman kerekeznek, meg fagyiznak közben. Hát, mi van Amerikában, amikor Los Angeles, Kalifornia, Malibu rohadt jó idő, New Yorkban meg tudom, hatalmas hó, ezek olyan fura, amikor egy országon belül ennyire különböző az időjárás, annyira jó lehet, nem? Hogy akkora országban élsz, hogy egyszerűen azt mondta, hogy sielni akarok, meg tudom csinálni országon belül, tengerezni, meg tudom csinálni, napozni, azt is, havat, azt is, mindent meg tudsz csinálni egy országon belül. Azt hiszem, hogy szenzációs lehet. De van valami olyan sziget is itt Európa partjainál, ahol van egy hegy, ahol fönt havas, lenn meg 25 fokban tudsz napozni. Nem tudom, melyik az. Hát ezt a francia rivierán is meg tudod csinálni. Ittam? Persze. Ittam vagy álmodtam? Is, de ezt nem tudom, lehet, hogy álmodtál is mellé. Mert azért Amerikán belül nagyot kell utaznod, tehát ott azért egy több órás repülőút, de van valami olyan hely, ahol... Ez Franciaország, Olaszország határa, a francia riviera, az Olasz riviera, a Monte Carlo, Cannes, Monaco, ott meg tudod csinálni, hogy lemész a partra, napozol, nagyon vereted, nagyon csak 25 fok, és utazol egy 3-4 órát, és fönt vagy egy hegyen, meg nem mondom melyik, de azon a részen azt pont meg tudod csinálni. És hogyha sível jössz be, lefelé a hegyről, akkor onnan veszed észre, hogy már lehet napozni, hogy elestél, mert megakadt a sí, nincs több. Igen, hó. És fura, mert mindenki fújdőruhába van. Igen, már. Hiába vakszolod, nem csúszik. Ott elesel, és onnantól kezdve viszont lehet napozni. Ez valahol ott az olasz-francia határvidéke lent, Nizza, ott lent, ezt meg lehet csinálni. Igen, de valaki, aki sokkal okosabb nálunk, majd megírja, hogy ez melyik vidék, és ez hol lehet Európán belül. De jó lehet egyébként ezt Amerikában is, nem? Hogy úgy mindened van, és jó, persze ne utazol. Vágyó, meg fogsz eleget menni a jövő héten, meg is fogod unni az autózást. Én gondolkozom, hogy kiköltözöm. Amerikába? Nem most, majd nem, egy Salgótarjánban. Igen, Salgótarján vagy Kalifornia, még nem tudom. Nem tudom eldönteni, de nagyon-nagyon gondolkozom. Nagyon durva kettőséget most, hiszen Kecskemét az ugye alapvetően sík terület, aztán pedig Salgótarján, érted? Van egy 80-100 méteres szint különbség. Na jó, Salgótarjánban még egy kicsit több is talán. Tehát ott azért egy 100-150-200 is lehet akár. Nem? Micsoda? Az már hegyvidék, ott már vigyáznunk kell, hogy nehogy megszédüljünk, ott már kevesebb az oxigén már Salgótarjánban, mint Kecskemétem. Aklimatizálódni kell, vannak ilyen stoppok, meg kell állni majd ilyen helyen, alaptábort kiépítjük. Így van, szerintem, hogy lehet, hogy gyöngyös magasságában egy picit időzzünk el. Ott egy kávé, igen. És úgy tovább. Építjük ki az alaptábort, és aztán szépen megcsináljuk. Csütörtök reggel a csúcstámadás Salgótarján. A csúcstámadás a főtérre lesz majd. Nem? És gondolkodsz rajta, hogy kiköltözöl? Nekem ez nagyon sokszor eszembe jut, igen. Hát, mi az Istent fogsz kint csinálni? Ja, ősz a parton, azt kész. Mire kiérek felé, már pont semmit nem akarok csinálni. Én éreztem, csak hogy ez a vállal. Csak megnyálazom a kezem. Dollar. Nem mond tovább, mert még korán van. 50, 60. 100. Újra kezdem. 20, 30, 40. Nem tudom, figyelj, én azt gondolom, hogy egyszerűen beszűkít. Beszűkít az, hogy hol élsz, és... egyszerűen tágítani kell ezt a dolgot, és valahogy, ha már megteheted, akkor egyszerűen bele kell kóstolni abban, hogy milyen lehetőségek vannak még. Aztán nem tetszik, hazajössz, de ha a gyerekek felnőnek, kirepülnek, akkor meg kell próbálni. Nem tudom, hogy az ember ott mit csinálna. Azt sem tudom, hogy akarná-e mit csinálni. Lehet, hogy elmész valami, nem tudom, egy kis autóposót nyitsz, aztán ott és suvickolod az autókat. Mit tudom én? Melle? De, hogy aha, ide lányosat? Tessék? Egy csinálok egy melmosót. Ide születtünk, ez van. Felnőnek a gyerekek, lejjük, és vége? Ide egy helyszínen. Nem nézzük meg még kicsit a világ, nem nézzük meg, hogy élnek az emberek Kaliforniában, nem nézzük meg, hogy élnek, mint az Ausztráliában. Ahogy hát nálam nyitott kapukat döngetsz, én ugyanezt az élményt szeretném átélni. 20-30-40%-os leírtás a malibui hiperbe. Érted? Gyönyörű helyek vannak, én úgy irigylem őket tényleg. Sok mindenért nem lehet, de az, hogy lemész az óceán partjára, és futsz egyet, és sportolsz. És sűnbe lépsz. És nem hagyhatom itt a hazádat, ahol felnőttél. Hát figyelj, én most pont ezen gondolkodom anyámmal kapcsolatosan, aki mindig mondja, hogy ő költözne, nem költözne. Tehát 77 éves, és ott lakott egy faluban új kígyóson. Mióta megszületett?
Érted? És na jó, de hát persze, hát amíg élek. A gyökereid. Hát persze, amíg élnek az embernek a szüleim, meg szükséged van rá, meg segítened kell, meg ellátni, meg esetleg nagy Isten beteg, addig nem teheted meg, hogy így hagyod, mert nem is érdemelni, meg nem is szép dolog. De nem ő, hanem de hát hogy azért magát, ez sajnos nem tart örökké. De 50, hogy őt magát áthelyezni, érted? Most azon megy a gondolkozás, hogy ő maradjon ott, mert ott nőtt föl, vagy költözön át ide hozzánk. De most te is érted? Magyar bárhol lehetsz. A lényeg úgyis csak az, hogy hova fizeted a TB-t. Most nem a magyarság volt a hangsúly, hanem hogy így a hát elhagynád Óbudát, ahol fölnőttél a panel rengeteget, azt a gyönyörű háztömböt. Meg tudnám magamnak bocsátani azért ezt a bűnt. Meg tudnám magamnak bocsátani. Nem, pont tegnap sportoltam, vagy tegnap előtt, és beszélgettem egy sráccal, aki élt kint Amerikában, és mesélt dolgokat, hogy mennyire más kultúra, meg mennyire mások az emberek, hogy ott például senki nem beszél a saját problémájáról. Balázs, én voltam kint több, mint 3 hét, azért éges földön. Igen, hogy senki nem beszél a saját problémájáról, és ő kint volt valahol Los Angelesben. Kint volt Los Angeles, albérletet keresett. És volt egy srác, akivel összeverkölött, egy amerikai srác, és megírta neki, hogy milyen durva ez a hely, nem találok albérletet, de nem adom föl, ha tudsz valamit segítsél. És a csávó nem válaszolt rá. Lefagyott, megfagyott, eltűnt, és soha többet nem válaszolt rá. És rájött, mint 1 év vagy 2 év kint élés után, hogy nem az a típusú mentalitás van, mint itt, mert a te problémád, azt neked kell megoldani, én nem kérdezem, te sem mondd, old meg, ha barátok vagyunk, megbeszéljük, de aha, egyébként itt vagyunk, jól vagyunk, minden rendben, örülünk egymásnak, nem mondod el, hogy nekem mi a problémád, mert te sem mondod el nekem, mert megfagy abban a pillanatban a viszony. De most egy albérletem? Egy albérletem, nagyon érdekes dolgokat mondod, hogy milyen kulturális különbségek vannak például a magyar gondolkodás és az amerikai gondolkodás között, és hogy mennyire más, hogy szemlél a világra egy amerikai. És arra gondoltam, hogy egy kultúra, egy gondolkodás, egy mentalitás, ami magadra jön, felveszed, leéled ebben az életed, uh-huh, és soha nem lépsz ki, vagy nem tapasztalsz meg mást. Hát nem, érted? Csak ez az elköltözés nekem ilyen nagyon messze. Ha meg mit csinálnak itt, érted? Ők amerikaiul beszélnek, te meg csak angolul tudsz. Na? Az igazi hülye. Hogy menjünk neki a világnak? Hogy menjünk neki a világnak? Hát amerikaiul beszélnek azért. Az. Hülye vagy. Hát ez nagyon indiai taxisofőrnek, azoknak ott elnézi, mint nem beszéli a nyelve. Na minden, nekem nagyon sokszor eszembe jut. Hát a mi munkák elég speciális azért. Nehéz lenne kint. Ez viszonylag nehéz lenne kint. Ugye, az lehetetlen ebben a formában így. De hát ennek se tudja. Lehet, hogy sikere lenne egy olyannak, hogy kimennénk, te ugye jól beszélsz angolul, mi a Janival, meg ilyeneket nyomnánk, hogy come on, meg I am from radio presenter. Én azért megmondom őszintén, hogy én megpróbálnék azért kommunikálni veled az anyanyelvünkön. Tehát, hogy én nem biztos, hogy így beszélnék veled. De ki érted? Az hamcsiknak csinálni egy ilyet. Így is vannak köztünk időnként kommunikációs zavarok, de én ezt nem tetézném azzal, hogy így beszéljek veled. Come on, azt Jani, mondanám neked, hogy inkább gyere Feri, menjünk, de nézzünk valami munka után. Adást kéne azt csináljunk. A sütit, hát ha elmegy belőlem a kettővel valami több, mert akkor mi is tudunk enni valamit. Én így fogalmaznék. De hogy adást csinálni, come rádió on, adást. Feri, come on. Egyébként, igen, hát lehet, hogy ti jól lenne magyarul beszélnétek egymással. De a feleset ugye nem biztos, hogy Amerikába kell megismerni az olasz kultúrát. Még tudom, én kicsit lemenni Dél-Olaszországon. Én nem szeretem a hideg vidéket, tehát engem az nagyon nem vonz. Fene se tudja, szóval valahogy kicsit így tágítani a látókört, a benyomást, a komfortzónát. Nem szoktatok ilyeneken gondolkozni? De ilyen multikulti csávó vagy, egy ilyen világpolgár. Én nagyon jól érzem magam nagyon sok helyen, igen. Értem, és gondolj bele, hogy Feri, hogy tudnám már megszokni azt, hogy mondjuk hogy van New Yorkban egy étterm, és akkor 2 hetente nem küldi rá a konkurencia a közegészségügyet, érted? Igen. Nem próbálják meg kicsit béké hagynak, hogy úgy elismerik, komolyan, hogy jó vagy, hogy béké hagynak, hogy nem csesztetnek, talán nem is vernek hátba, hogy rohadjál meg, hogy neked van egy termed, érted? Talán még szeretik is, talán még ott kajál egyet a Robert De Niro, és azt mondja, hogy figyelj, jól éreztem magam, kösz, tudod. Tehát, tök hogy fura lenne neki, hogy mondjuk egy, érted, a vendég a kezéből nem veszik ki a hajléktalanok, a rántott húst. Az is egy a teraszon, pozitív érted, dolog. Tehát. Az is komoly egyébként, hogy például az is hiányozna, hogy a környező éttermek tulajdonosai nem játszanák el azt, hogy így jön mindegyik a másikhoz, és néző, hogy nálad van-e vendég. Igen. Óriási. És szurkol, hogy ne is legyen. Igen, hogy maradjon ez így. Maradjon így. Ez így jó. Hát igen. Azt se kérdezik állítólag, hogy például fizetést. Nem illik sértés, megkérdezni, hogy te mennyit keresel, hogy élsz. Arról nem beszélve. Fura. És ilyes, hogy nem, de eszébe se jut ez például megkérdezni. Arról nagyon nem. Arról nagyon nem. A sajátja érdekli. Érted? Csak azért megtesz mindent, hogy az több legyen, gondolom én. Igen. Más mentalitás. Abszolút. Na jól van, hogy állunk játékkal? Jól. Hát 3-1.
Gyerekek! Ha jól emlékszem. Elhúztuk a heted? Ennél jobban nem is állhatnánk. Hát akkor nagyon jók vagyunk. Jó, oké, akkor nézzük meg, hogy kik azok, akik jelentkeznek játékra. Jó, közben gyorsan egy-két SMS. Egyet hagy olvassak, én nem szoktam. Feri, Amerikában is angolul beszélnek. Na, hát, tudom, van. Szeretem. De igen. Vannak hallgatók, és vannak hallgatók, akik értik a humor. Tudod, a kettő között azért nagy különbség van. Azt mondja, hogy ma érettségizem, lelkes vagyok, harapok, leszaggatom Balázsról a ruhát, menekülj, kislány vagy, játsz egy amatőrrel. Fú, ne hívj, ha félsz. Ez mi valami jelige, nem? Atya úristen, igen. Azt mondja, játszani szeretik nagy arcok, jól van. Azt mondja, hogy Amerikában többen azt csinálják, hogy két házat tartanak, egyet északon, egyet délen. Amikor jön a hideg, lemennek fél évre délre, majd vissza. Nagyon jó lehet mindig jó időben élni. Egyébként tényleg, ez a jó idő, és most egy kisüt a nap és jó időben egyszerűen pozitívabb vagy, nem? Igen. Csak annyi, hogy van egy bizonyos mennyiség, amennyit egy óra, egy napban téged ér a nap. Nem? Két óra, három óra. Kiszámoltam, hogy körülbelül 6-7 hónap az, amit napsütés nélkül élünk. Hát legalább, de inkább... Mert hogy egyébként májusban jön meg a jó idő, és ha kis szerencséd van, még az indián nyár a szeptemberben még olyan, hogy süt a nap, ha nem, akkor már beugrik az ősz. De ha lenne. És jön az októbertől, jön az áprilisig, vagy a májusig. Hát számolt ki. Egyébként minek örülnénk? Ha lenne egy szegedi lakásod? Igen, egy szegedi és egy esztergomi. Erre gondoltam konkrétan. Igen. Délen és éjszaka. De várjál, de akkor azokon a lakásokban, ott akkor nincs senki. Tehát azok üresen állnak, azok a lakások, ahol hideg van éppen. Vagy megengedhetik maguknak, hogy üresen áll, persze. Meg van, aki például azt szereti, valaki a hideget szereti, és akkor olyan kell helyet cserélnek. Abszolút, igen. Talán ott kell egy családot, aki ellentétesen mozog veled Amerikában, és mindig. Utálom a hideget, utálom a meleget. Mindig cserélnek, igen. Fél hét múlt pontosan egy perccel, azt mondja, hogy lehet jelentkezni játékra. Ha valaki játszana velünk, írjon nyugodtan SMS-t, mi pedig jövünk Ákos híre után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan. 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy jó kis Van Halen. És a Jump. Hát ezt is megéltük. Azt mondja, hogy igen, nézzük az SMS-eket, hogy mik jöttek. Ha nem frissítene a gép. Jó, nem mindent nem lehet. Ne legyek telhetetlen. Péntek van, ő is pihen. Már így megy rá. Most megérkezett. M86-os úton van egy trafi, ez majdnem lemaradt. Ákos küldte nekünk, 60 belterületén mérnek kint a rendőrök a háromlábúval, üzeni Daró. Aztán az M3-as Budapest felé vezető szakaszán 227-es kilométerénél kutyák mászkálnak az autópályán, mindenki vigyázzon, aki arra megy, üzente Barbie, kapos fő trafi, és Szombathely felé trafiznak a felüljáron, a Zanati felüljáron, ezt Ákos küldte nekünk. Köszönjük szépen. M86, az micsoda? Az a Soproni? Hát az a kis rövid szakasz, azt hiszem, ami ott úgy lejössz az autópályára, és akkor mész Csorna felé. És föl tudsz menni 3 kilométerre. És fölmész 3 kilométerre, és majd egyszer csak az elkészül, és bevisz Csornáig. Azt hiszem, ez az az M86. Uh-huh. Vagy legalábbis arra van. Na, Bali, amit álmomban vettem a 3 éves lányodnak, névnapjára, azt adod a neki, mert egy vagyon volt. Van lányod, hát gratulálunk, Balázs. Isten éltesse sokáig azt a tündér. És mondd meg a kis szarosnak, nem teszem azt, amit parancsol. Üdv álmos. Itt azért nagy tévedések vannak. A 3 éves lányomnak övet ajándékot évnapjára. Tehát nincs 3 éves gyerekem most jelen pillanatban, lányom meg aztán pláne nincs. De az többi a stimmel. Miért tagadod le a kis sebességén Klotildot? A kis Klotild milyen cuki. Na megnézzük, hogy ki a hét utolsó játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Hello! Micsoda lendület! Hello, Szilvi! Hello! Ma van a szülinapom, hogy ne lennék már boldog. Isten éltesen sokáig! Május szülinap. Hogy repült ez a 18 év? Ennyi. Én már életben 20 vagyok. Az jó. De hányadik a szülinapod? Ilyet nőtől nem érik. Jaj, ez olyan hülyeség. Jaj. Balázsnak mindent szabad. Jó, van, mint mondtam, életben úgyis 20 vagyok, tehát 35. Na, te tök jó korban vagy.
Kerek, valamennyire kerek. Kerek, és Pali van már gyerek, pasi? Két gyerek, pasi, kutya, gyerek, macska. Ó, nem, hát akkor. Nem, ebből csak a két gyerek és a pasi az igaz. Az elég is egyébként. Mekkorák a gyerekek? Fél éves az egyik, és 5 éves a másik. Az klassz, az jó. Ja, akkor... szóval én is benne voltam abban az éjszakázó sztoriban, amit meséltél, Balázs. Te is ezt ismered akkor, naha. Igen, abszolút, abszolút. Még írtam is, mikor írtad, hogy hasfájós a gyerek. Fú, gondoltam, nem lehetett. És alszik? Alszik most neked? Alszik, igen. Nem akarom mondani, hogy hogyan, mert kardodba dölt, de alszik, igen. Egész éjszaka. Egész éjszaka. Mágtea. Mágtea. Pálinkás kenyér. Azaz. Jó is az, jó is az. Kivel szeretné játszani? Veled, Balázs, veled. Jó. Honnan telefonált, azt még nem is kérdeztem. Ó, Buda, Budapest. Otthon vagy. Ennyi, hát mondom, sok a közös pont. Ah, sok, igen. Jól van, oké, Szilvi. Na, akkor még megtudunk egymásra egy-két dolgot. Mehetünk? Jó, igen. Jánsua. 3, 2, 1, fire. Na, itt vagyok. Ó, Buda, melyik része, Szilvi? Ó, Buda, Kiszteli. Ó, azt ismerem. Fenn a hegyen. Kertes ház, gyerekek, kutya, macska. Minden van. Neked kertes ház? Kertes ház szintén. Így van. Említetted, hogy Amerikába költöznél. Csak költöznék. Merre menni? Egyelőre ez csak terv. A bal oldalra. Bal oldalra. A nyugati. Nyugati. Voltál már kint Amerikába? Voltam már. Így van. Merre voltál? A floridai részen voltam. Miami. Orlando, Fort Lauderdale, azt jártam. Te voltál már? Csajok, én voltam. És tetszett? Voltam, Miami. Nekem túl pezsgő volt. Csak tengerpart, magas házak. Jobban bejött San Francisco. Szereted a tengert? Szeretem a tengert. Te szereted a tengert? Imádom a tengert. Kék színe van, sós. És én szeretem a tengert? Gondolom, te szereted a tenger. Hamburger szereted? Jéz, mi? Hamburger! Ott nagyon sok hamburger van, ott ám. Ott szinte csak az van, ám. Itt van, jól van, ám. Olyan volt, mint egy középfokú magyar vizsga. Nem volt egy tudod. Szereti a tenger? Igen, de ügyes voltál, azt kell mondjam, Szilvi. Igyekeztem nem passzív lenni, tudom, hogy az összedírák igen szigorúak. Nagyon messze voltál, hát jó játszottál. Ha valaki meg lehetett volna inteni, az inkább én voltam. Úgyhogy megadjuk az ajándékcsomagot, ügyes vagy. Köszönöm! Bár a hét az már a tiétek, de azért egy kis vigaszdíja közönségnek. Hát így van, azért egyéni győzelmekért még harcba lehet szállni. Mivel foglalkozol, Szilvi? Én fotózom. Fotózol? Vagyok. Igen. Esküvők? Esküvő, porté, baba, mama. Ilyesmik. Nagyon szeretem. Nagyon-nagyon imádom. De hát azért nehéz egy fotós élete manapság. Már hogy kevés a meló, vagy sok a fotós? Hát ez így mind. De hát melyik az a szakma, ami nem nehéz ma? Hát. De hát most babázom. Már a popsztárok is fotóznak. Ennyi, hát gondolj bele, ha már ők is fotóznak. Bizony. Tényleg, rengeteg popsztár. Jaj, annyira, úristen, annyira boldogság, hogy veletek beszélhetek. Képzeljétek, én már ott voltam a Váci úti Danubius utolsó adáson is. Amikor éjszaka ott búcsúztunk, ott voltál? Tényleg? Ott. Akkor voltam terhes az első fiammal. Ott voltam az autóban, hallgattam, és mikor átkapcsolt az adás, éjfélkor ott ültem és láttam. Hát az egy kemény pillanat volt, igen. Mi elhallgattunk, volt egy fél perces csönd, és aztán elindult ugye a klassz. Így igaz, és akkor még senki nem tudta, hogy mi lesz veletek, hát én már azóta. Akkor még mi sem. Ja, szóval ez nagy boldogság nekem, tényleg, hogy beszélhetek. És egy szülinap kellett ahhoz, hogy jelentkezzek, mert minden reggel, amikor szoptatom a kicsi fiam, titeket hallgatlak 6:50-kor, és mindig mondom, hogy de jó lenne. És ráadásul miért priviztetek Balázzsal? Ön szereti a tengert? Igen, én szeretem a tengert. És én. Hogy hívják a gyerekeket? Márk és Milán, nem ilyen. Igen. Szép nevük van. Jól van. Szilvi, megérdemled az ajándékcsomagot, megadjuk, nagyon küldjük köszönöm neked, úgyhogy napok kérdése és megkapod, jó? Köszönöm. Sziasztok, fiúk. Köszi a játékot. Ciao. Hello, Szilvi. Na, azt írjátok, hogy kimondtam elején az igent. Lehet, egyébként én nem hallottam, de elfogadjuk. Igazából mindegy is. Mindegy is, mert hogy Szilvi megkapta az ajándékcsomagot, úgyhogy tulajdonképpen sokat már nem változtat a dolgon. Viszont a hetünk megvan. Na, ez egy barátságpont volt, gyerekek, a hallgatók.
Megvan. Felé, így is van, 3-2, barátság pont, ezt így hívjuk, a végén ezt oda lehet adni, igen. Érted, szeretetből, szívből, jövő héten megyünk, azt majd a helyszínen gyepálunk el mindenkit. Persze, ennyi. Persze. De mindenkivel nem akarjuk megutáltatni magunkat, hogy állandóan nyerünk, tehát egy kicsit azért, ha engedni kell. 2 perc, a pontosan 7 óra, jönnek a legfrissebb hírek, aztán jövünk Ákos hírei után. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 13 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Péntek van, a hét utolsó munkanapja, jön a jó idő, mi pedig annyira örülünk a jó időnek, hogy jövő héten turnéra megyünk, Sopron, Deák tér, ez az első állomás. És jó idő lesz. És jó idő lesz, jövő héten hétfőn kezdünk, így van. Nagyon régen voltunk már Sopronban, amikor legutoljára voltunk, akkor rengetegen voltak, nagyon jól éreztük magunkat, és reméljük most is rengetegen lesznek, és nagyon jól fogjuk érezni magunkat együtt. Hát jó, ebben én is bízom. Istenem. Hát ugye? Ebben én is bízom. Nagy rendkívül jól fogjuk magunkat érezni együtt. Igen, mi, ti és a hallgatók. És akik a helyszínre jönnek. Na, nézzük a ti az kik? Akik az éterben vannak. De ők a hallgatók. Na jó, nem, a hallgatók, akik a helyszínre jönnek. Mi, ti és a hallgatók. Akik a helyszínre jönnek. De akkor azok is, akik nem tudnak jönni, ők is jól érezzék magukat? Három halmaz, és a három halmaznak van egy metszet. A metszet az hétfő reggel találkozik, így van. 85-ös jó Sopron felé Farád után egy műszaki hibás napocskás kamion, amiben pár perce beleszállt egy bácsik a Suzuki-val. Atya Isten, napocskás kamion? Az Waberers-es kamion, nem? Az a napocskás. M5-ösen Pest felé az Inárcsi pihenő előtt két kamion áll a leállósában, az egyik defektes, és a sáv felüli oldalon. Óvatosan menjen mindenki. M86-os Szombathely és Csorna között épül, két autó ütközött a 8-as főúton Herend-Szentgál kereszteződésében, az építkezésnél ráadásul, úgyhogy mindenki figyeljen arra is. M86-os autós, 17-es kilométerénél is van egy kis káosz. Csak azok kedvéért mondom, akik hasonlóan édesszájúak, mint én, vagy mondjuk nagycsaládosok is, van sok gyerek, és szeretnek mondjuk fagylaltozni, hogy ma van egyébként a Magyar Kézműves Fagylalt napja. Akkor ünneplőbe öltöztetted a szíved. Féláron lehet kapni egy csomó helyen a fagylaltot, érdemes felmenni az internetre és megkeresni, hogy a közeledekben ezeknek a cukrászdáknak a címét. Mert hogy azért 50% az 50%. Hát igen, csak szerintem a magyar ember ez kicsit nem így működik már, hogy persze jó, hogy az is el tud menni fagyizni. Van egy ismerősünk, aki konkrétan az egyik legnagyobb cukrászdát viszi ott a környéken. Szoktam mesélni, hogy ezen a napon. Igen. A Magyar Kézműves Fagylalt napján. Jön a magyar. 8 gombócot bekér magának úgy, hogy egyensúlyra nem bírja megenni, csöpögteti le, de 8 gombócot. Ételhordóba berakadt még 13-at, félrelök mindenkit, és átgázol a gyereken, és aztán másnap ugyanúgy jön fagyizni. És aztán a harmadnap ugyanúgy. Mert megszerette. Hát, jó, ott a fagyi. Szereti, jó fagyi. Arra akarok kiukadni, hogy valahogy a magyarokban van egy ilyen megtehetem, megveszem, minden nap megveszem, de ha fél ár, akkor mindenkit félrelök, megölöm, és sosem, vagy az esetek nagy többségében nem mindig az megy, aki egyébként nem tud fagyizni, és ott áll aranyosan, mert mondta, hogy nem, képzeljük, hogy minden nap ugyanazok mennek, csak ilyenkor elvisz 8-at, öli egymást, és verekszik a sárga barackér, és meg tudná ölni az idős nénit, aki ott áll előtte, hogy kezdjük, tessék már megrohadni, hogy miért tetszik előttem állni, és kérni egy darab gombócos nyugdíjasként. Mert én már vinném a 8. tiramisút. Igen. És én ételhordóval jönnek, és viszik azért, mert fél áron. Ha a néninek előtte most... a ritikuljében nem lenne berolnizva 6000 forint 10 forintosokban, és azért nem verné hókon a mögött állott, amikor lövés. és hogy egyébként sosem baj, mert hogy persze vigyen meg fél ár, meg a torkos csütörtök is egy jó dolog, mert elmész, esetleg is olyanok mennek, akik nem tudnak, de hogy én pont kérdeztem, és ilyenkor olyanok állnak, akik sok gyerekes, esetleg nem is mondta, hogy nem. Mindenki. Ugyanaz áll, aki tegnap, holnap és ma, és megöli az a saját anyját a dinnyefagyért, az utolsó dinnyefagyért. Így van, de kellett jönnöm, így és van. És anyuka maga is ott áll, vagy mit így van? Nem, soha többet, mert így van, ahogy ő mondja, tavaly elmentem Karinával, el is mentünk haza. Szerintem bizony. Ilyenkor tényleg csak az, tehát nem fagylalt szabad. Fagylalt tároló, ez a Hungarocellből készült fagylalt tároló doboz,
és hát egy 25 gombócot kérek ebbe. De mi, hazavisz és lefagyaszt? Valószínűleg hazavisz. Vagy kicsit haza. Megolvad, leves lesz belőle, mindegy, féláron van. Nem gondol bele, szerintem csak odáig jut, hogy féláron van. Jogában áll neki ezt megvenni, hiszen jogában. Hát csak mikor előtted áll mondjuk 25 ember, és a 25-ből mondjuk 12, jó, egy 40 gombóc. Osztom, de azért valljuk be őszintén, nincs kiírva, hogy 5 gombócot vehetsz. Pont ezért mondom. 25-öt vehetsz, ez olyan, mint hogyha, mit tudom én, meg süteményen megyek be mondjuk hétköznap, nem a magyar kézműves sütemény napján, és vinni akarok mondjuk egy nagy társaság miatt 25 darab krémest, és azt ott csomagolgatják mögöttem, engem se érdekel, hogy ott morgolodik valaki a házban. Nem, 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 meg én nem azt mondom, hogy a hiabos, de majd megkérdezem majd legközelebb. Én nem azt mondom, hogy aki egyszerbe megy és vesz 25-öt, hanem hogy valahogy ennek a lélektana olyan, hogyha féláron van a fagyi, akkor mindenkinek meg kell ölni mindenkit, mert ott most féláron van. És bárcsak olyanok állnának, akik egyébként még nem tudják 200 forintért megvenni, és 100 forintért is, de hogy a lélektana milyenek, és hogy holnap akkor ugyanúgy megveszed, akkor miért ölsz most meg mindenkit a sorba, hogy féláron van a fagyi? Mikor egyébként van pénzed megvenni, tegnap is megvetted, holnap is megveheted, miért akarsz mindenkit lemészárolni? Ez évek, évtizedek óta így van, érted? Gondoljatok annak idején az Elektrobörnek a nyitására. A nyitási akcióra. Ott is mindenki. Három nappal ezelőtt a nyitás előtt ott álltak, hálózsákba aludtak, és egy darab 1200 forintos ventilátorért verték magukat az emberek, érted? Jó, volt színes tévé, és azért még jobban verték. Na mindegy, a lélektana igen érdekes ennek, hogy nem feltétlen az áll be, vagy sokszor nem az áll be szerintem. Csináljanak ilyenkor... szarfagyitja. Ott felétek, és akkor majd nem megy. Nem, bennem valahogy az van, hogy oké, fél áron van, persze, meg talán nem is teheti meg mindenki, meg ez egy jó dolog, de tényleg ne üljük már, ne tapossuk már a másik gyerekét azért, mert most a dínye fagyi nem 200, hanem csak 100, nem? Tehát maradjunk el, maradjunk már emberek azért, mert most 100 forint a rizs fagyi. Nem? Hát és mi nem tovább 200, mentünk, tehát, véletlenül jaj, szaladtam jaj, bele. Jaj, tudod, tehát, ez ilyen annyira szörnyű. Igen, egy gyerekkel előtted ott elmész, nyilván fagyi is, mondtam, majd megyünk tovább, és akkor majd ott lesz fagyi, mert hát 25 ember érted darabonként, személyenként 50 gombócot vesz előttünk, úgy osztottam, szoroztam, mondom, egy laza két és fél lesz. Óra. Na, hát nem kívánom, már nem kívánom, azért még legyom, azért még rákérek három rizs fagyit, azért még tegyek. Hallottátok az üzenetet, akkor a dínyéhez meg a rizshez ne nyúljatok, mert azok Balázs kedvencei, és szeretné, ha lennének, amikor majd ők mennek délután. Ez volt az üzenet lényege. Félre tudok magamnak tetetni, ha szeretnék, de nem. Az az üzenet, hogy nem kell a másikat megölni egy gombóc fagyért, azért mert fél áron van. Ennek az üzenetnek ez a lényege, hogy nagyon jó lenne ilyenkor is mindenki megőrizni egy kicsit a méltóság, azért mert való leárazás van. Igen. Ez egy szerintem szörnyen kiábrándító jelenség. Abszolút, abszolút így van. Igen, hogy átgázoltak egymáson a fagylatért. És akkor ma neked nem fagyi nap van? Nem, nekem ma nem fagy. Nekem minden nap fagyi nap van, csak olyan helyen, ahol nem lesz akció, ma olyan helyre megyünk. Igen. Ha ennyire utálod a magyarokat, jobb is, ha kiköltözöl Amerikába. Hát tudod, eljutsz a rékasi karcsi, hogy és különben is a karcsi szarszik. Különben is rohadjál meg, hogy elmerted mondani, hogy miért kell megölni a másik gyerekét, amikor 100 forint a dinnyefagyi. Mi ez a sütemény itt kint, gyerekek? Ezt csináltál egy ilyen kis, volt egy szabad, egy 3 percet hagyd találjam? Nem, kettő. Nem, te csináltad. Kettő percet volt? Nem, két dolog miatt hoztam süteményt. Egyrészt volt tegnap egy elég erőszakos, hát ilyen ráutaló magatartásos megszólalás a nejettől. Hogy jó lenne már. Hogy jön holnap dolgozni, mondta ezt tegnap, és hogy nagyon szeretné, ha lenne valami édes, mert azt ő már kívánja. Ez az egyik, meg ezt nem lehet ott porból megcsinálni, mint a rohadék izé krumplidat. A krumplipürémet, gondoltam, hogy hozok egy rendeset. Hozok egy rendeset. Mit tudunk róla? Mágtorta, volt már recept, az néhány héttel ezelőtt, egy bögrés mágtorta, lekvárral megkell, egy szuttyogós. Balázs imád mindent, ami mágból van. Hát őnek Balázs imád mindent, ami itt van az asztal mellett. Tudjátok, hogy ha utálom is megeszem. Tehát, hogy olyan vagyok, mint a fagyi vevők, amikor leértékelés. Gondoskodás. Ha ingyen van, akkor rám is. Hogy ennyi? Nem sikerült jól? Mi az, hogy ennyi? Hát tegnap este sütöttem meg. Egy szelet hiányzott belőlem, a béka éjszaka ráment, de a gyerekek már aludtak, úgyhogy ők nem tudtak enni belőle. Hány perc egy ilyen süti? Kettő. Kettő? Aha, persze. És a sütés? Az 30. Ez a kettő, ez régen behalok. Kettő, persze. Bögrés, nem kell miért bögrés sütit. Én ismerem bögrés sütit. Belent egy, aha. Kettő. Kettő, mák, mire megbeszélem tej. Magammal, hogy süssek vagy ne, és hol van az első lábos, illetve hol a tojás a hűtőben. Ez nekem erre elmegy egy 3-3 és fél perc. Hosszú a 6 kiló száraz mágubolt. Az, hogy te testidegen vagy a saját konyhádban is. Nem tudod, hogy hol van a tojás, meg a bögre, arról nem én tehetek.
Nem vagyok testidegen, de csak kinyitom a hűtőt, és állok ott, és gondolkozom, hogy kéne enni valamit, vagy kéne én mit csinálni, állj a becsukol a hűtőt. Vagy tejföld, vagy ez mi? Csak nem tejföld? Vagy ez mi? Egyébként igen. Na, gondolkoztunk azon, most van egy ötletem, gondolkoztunk azon, hogy mit csinálnánk mi Amerikában. Emlékeztek? Erről beszéltünk 6 óra után. Hogy, hát te 10, 20, 30, 40, 50, én meg I am hungry, I am hungry, from Hungary, igen. Angol, amerikai angol, angol száz szójátékokat mondanánk így. Nem, hogy mi a fenét tudnánk mi Amerikában csinálni, erről beszélgettünk reggel. Hogy ha kiköltöznénk és vennénk egy nagy levegőt, akkor ki mit csinálna, és arról beszélgettünk, hogy menni, nem menni. Ugye ez volt a témánk. És végezhetnénk ezzel a társütivel egy olyan érdekes kis kísérletet, ami azt mutatná, két dolgot is mutatna. Egyrészt, hogy meg tudnánk élni Amerikában. Mindjárt mondom, hogy hogy. Nem értem. Sejtem már, Feri, te éjjel-nappal fogsz mindenféle sütiket sütni, mi pedig csendes társként. Nem, én fogom, nem. Te sütöd, én árulom, Balázs pedig 10-20-30. Én erről mondtam, hogy 10-20-30. Miért van mindig így leosztva? Tételezzük fel, hogy kimegyünk hárman Amerikában. Mondjuk nem, tételezzük fel, hogy nem értünk semmihez, nem beszéljük a nyelvet. Van egy valaki, aki tud főzni. Aki mondjuk megcsinál egy ilyen társüteményt, mint amit ma reggel megcsinált, és behoztad, hogy ezt tegyük meg. Igen. Kicsit fáj, hogy most más irányba tereljük, mint hogy megesszük, de nem baj, majd egy szeletet hagyunk magunknak. Kirakjuk ezt a sütit, de most itthon vagyunk, nem Amerikában. A Times Square-en. Jani áll mellette és árulja. Mit mondanál, János? Nem, hello, special cake from Hungary, Rákóczi Mákos. Egyébként Rákóczi Mákos, ez egyébként nem hangzik rosszul. Amerikában nagyon mennek ezek az olyan típusú becsületkasszás dolgok, amiről beszéltünk, ami nagyon megy Ausztriában, nagyon megy Svájcban, hogy kirakja a kis néni a kis lekvárt, mit tudom én, valahol Tirolban, vagy Svájcban, megáll az ember, nem viszi el a kasszát, nem viszi el az egész üveg lekvárt, vagy három üveg lekvárt, elvesz egy üveget, és berakja a pénzt. Nem rossz ötlet. Ez működik egyébként Amerikában és kisvárosokban is, mit tudom én, szegényem államokban, ahol még ugye hát nem borítottam mindenkit a jólét, megsütsz valamit, kirakod. És akkor oda megy valaki. Itt jön az ötlet. Hogy ezt most vigyük ki Amerikába. Még nem értitek, hogy mire gondol. Írjuk rá amerikaiul, de hogy Popi. Popi? Csináljuk meg, nézzük meg, hogy ha ez a modell mondjuk ma Amerikában működik, akkor meg tudnánk ebből élni Amerikában úgy, hogy először leteszteljük itt, hogy működik. Ez most még baromi bonyolult. Fogjuk ezt a társütit. Áldozzuk be magunkat, hogy most senki nem eszik Mákos sütit, és nézzük meg, hogy a svájci, a tiroli, az osztrák, az amerikai becsületkasszás dolog, hogy működik-e Magyarországon? Működik-e itt? Tegyük ki a sütit. Tegyük ki a sütit. Igen. És írjuk rá a kasszára, hogy Justicetres úr. Igen. Mert ha ez a dolog valójában tényleg működik Magyarországon is, akkor Amerikában egyértelmű, hogy működik. És ha 60 évesen a történelmi forgószél mondjuk Floridába sodor bennünket, akkor meg tudjuk nézni, vagy már felvértezve a magyar tudással tudjuk, hogy mit kell árulni az amerikaiaknak becsületkassza alapon. Csomolóvéd van belőle, nem kell adóznod. Te sütöd egész nap a süteményt, a Jani kirakja, állott mellette szomorú szemekkel, mint egy szegény bevándorló. Sőt, tepsit is vajazok. Abba is jó abba vagy. Is jó vagyok. Én meg azt sem, hogy 20, 30. De már nem is 10-ről. 70. Kicsit megnyálazom az ujjamat. Tegyük ki ezt a sütit. Áldozunk most be ezt. Teszed ki? Hogy teszed? Metró aluljáró, elmetrózol vele egy megállót. Valahova tegyük ki. Írjuk rá, hogy becsületkassa. Egy szelet mennyi legyen? 1000 forint. Aha. Hát biztos rengetegen fognak. Igen, abban a cukrászában, ahol jártak, ennyit szoktak mondani egy szeletre. Szerintem nagyon csúnyán. A becsületkasszánál megmondják, igen, hogy 100 forint a lekvárt, de becsületkassza, megmondják. Igen, meg kell mondani. Tehát, mert különben az lesz, hogy adjál valamit, akkor valaki bedob 10 forintot, 5 forintot, az nem olyan jó biznisz, hogy utána számolunk. Még így is, hogy ugye... Lehet, hogy nem jó a süti, de az alapanyag többe van. Hello! Tessék, nézzük meg, hogy a magyar becsületkassza működik-e. Fogjuk ezt a társütit. Megmondjuk, hogy egy szelet 100 forint, kirakunk egy persejt, tálat, kacsát, mit tud, bármit. Kacsát. Összehúgyozzátok magatokat, annyira jó. És megnézzük, hogy egy óra múlva hány darab süti van,
mennyi pénz van a kasszában, megvan-e még a kassa, egyáltalán működik ez Magyarországon. Te már látod magad a Time magazinnak a címlapját, tudod, a Key King, tudod. A becsület kasszából dollármilliárdos lett ember, aki elindított egy kaliforniai éjszakán egy becsület kasszát. És valahol egy belső fotón ott vagyunk mi is, nem leszünk benne a cikkben. Mit kell kiírni? Becsület kassa? Ezt ki kell írni? Azt igen. Hogy, mert a becsület kassa az azt jelenti, hogy nem figyelik. Hogy annyit raksz, amennyit gondolsz. Meg, hogy nincs ott a tulaj. Érted? Nincs ott a tulaj, tehát a te lelkiismeretedre van bízva, hogy ellopod-e a sütit, ami nyilvánvaló egyébként, hogy egy perc múlva vagy fölrúgják, vagy ellopják. Szerintem tálastul, kasszástul, sütistül, székestül, nénistül, janistül úgy ellopják, mint a húzat. De nézzük meg, legyen ez egy ilyen kicsit féltudományos kísérlet, hogy ma, ha Magyarországon leraksz egy tál sütit valahol itt a Népliget környékén, és odaírod, hogy becsületkassa, mi lesz belőle? Megszámoljuk, hány szelet van, tudjuk, hogy ha van 10 szelet, az még 1000 forintnak kell lenni egy óra múlva, nem tudom, dobozban, bármi, amit találunk. Megnézzük. De ez egy jó süti. Igen. Jó, azért egy szeletet tegyünk félre. Hát, most... De hogy jó. Különben nem marad fort. Mit kell kitenni? Átlátszó doboz? Átlátszó. Nem, zsákba. Nem, ugye, de a pénznek nem tehetsz átlátszó. De ne legyél átlátszó. A pénznek nem lehet átlátszó doboz, mert akkor látják, hogy mennyi van benne. A dobozt is ellopják a pénzzel együtt. Ne legyen átlátszó, mert akkor kísértésbe essem, hogy van a befőttes üvegben, ami átlátszó, amit 1000-1500, hogy elviszi. Legyen ez egy zár doboz, nem? Csúnya. Mi csúnya? Csúnya doboz és zárt. Miért akkor az, hogy szegények vagyunk, vagy mi? Aki sütötte a sütit, nincs pénze rendes dobozra, adjuk, dobjuk már be a százas. Kiteszel egy szép dobozt, aztán azzal együtt viszik, még így is lehet. Akkor csak sötét doboz legyen. Sötét doboz. Abban meg lehet bedobni gombot. Az a baj, hogy ha én vevőként gondolkozom erről. Annak eddig milyen élete volt? Mindenből csak a negatívum. Mi tudjuk a valóságot. Tényleg át kéne fordulni vevőagyra. Igen, gondolj át vevőagyra. Tehát mész valahol, mit tudom, Sopron, Kőszeg. Ugye ott Nyugat-Magyarországon azért ez nagyon megy, hogy ott van becsület kassa. És ott van egy szépen megmosott tál, és benne barackok. Ott megállsz. Itt a Népligetnél le van rakva egy tál, kétes eredetű sütemény. Hogy mi az, hogy kétes eredetű? De most én vevőként gondolkodom, hogy belenné. Jó, bárjál, hogyha én vevőként gondolkodom, akkor kiborítom ide a vizére, a viakolóra a sütemény, és elviszem a tálat, mert rohadt jó. Vigyük ki a tálat is? A tálattól búcsúzzál el, szerintem azt ellopják. Nem, ilyen... azt kell szerintem, mert hogy zárja. Persze, mert ilyen hogyha egy nyitott tálcán rakjuk ki, na aztán végképp nem fog belőle senki venni. Lárad, főleg, hogyha átnéz a másik oldalra, és azt látja, hogy az aluljáról ott valaki brúgyál. Jó, ide szeretnék én ebből sütni. Most oda tesszük, ahol mi nem is látjuk. Hát ne tegyük már azt. Látjuk innen. Ha az aluljáróban nem látsz. Nem, akkor le aluljáró legyen. Hát akkor tegyük ide le valahova. Ide szembe, itt a, hogy hívják, a sas környékére. Mintha a sas lecsapna rá. Felsütijére, de jó. A sas is szereti a sütit, igen. Szerintem a tálat azért vigyük ki, nem azért, hogy elbukd, mert elfogod, remélem nem volt drága, hanem a tál megadja a süti hitelét. Igen. Tehát, hogy szép a tál, akkor már úgy van kedvem hozzányúlni, mert azért valaki a koszos körmével ott megcsináltott, nem tudom, érted, mert... Mi van? Kicsit fújtam. Nem, igen, úgy érted, hát azért én nem eszem bele. Nem a te körmével, nem eszem bele idegen sütibe soha. De hogy azért ott van egy szép tál, akkor mégiscsak van valami hitelem a süti iránt, hogy nem egy ortúrás és egy fülvakarás után. Ferit otthon, ha? Valahol még itt van, sütempor. Hova Istenem? Igen, szépen kell agyusztani, és mit írunk ki? Mert ki kell írni valamit. Jó lenne, ha egy darabonként lenne, tehát hogy mit tudom, egy háromszög, ugye süti, egy háromszög egyenlő, mit 100 forint, 10 háromszög egyelő törött kéz. Tehát, hogy csak egyet legyen mindenki. Szerintem az legyen, hogy becsületkassa egy darab 100 forint. Na ne zavarjuk őket össze nagyon. De sok külföldi jár, tehát ugye itt van a pályaudvar. Csak érti, hogy egy darab 100 forint. Nem, hát írjuk ki, hát nem adjuk meg valami euróba. Ha ott van, amit mondott a Jani, egy háromszög egyelő 100 húf, akkor így kell kiírni, hogy húf. Mennyi? 100 forint az mi? Az egyharmad euró. Igen, de mi csináljuk úgy, ahogy ezt már megszokhattuk. Tehát ebben 100... az országban. Vagy 2 euró. Jó, ez az. Jó. Vagy 100 forint, vagy 2 euró. Jó, gyerek, hát ez egy kicsit keresünk. 100 forint, vagy 2 euró. Nagyon. Nagyon, nagyon tetszik. Vizionáljuk a jövőt. Kivigyem akkor, vagy segítsek? Kiviszed? Jó, ha ez a dolog most működik, és ez a dolog beválik, és van 1000 forintunk, akkor megválaszoltuk azt a kérdést, amit te feltettél, hogyha egyszer kiköltöznénk Amerikába egyébként, mi a fenét csinálnánk mi 50 évesen? Ha ez Magyarországon működik, hányatottabb a sorsunk azért, mint a kintieknek, akkor én kint egy kis pincehelyiségben rohadt melegben sütöm a sütit, Jani áll kint az első szemekkel, menekültet játszol, és árulod a sütit, én 10, 20.
Hány? Negyed. Igen. Ötven, hatvan. Ez történik most. Ha itt ez megél, gyerekek, akkor Amerikában megérkeztünk. Megérkeztünk, ott vagyunk. Már nem kell szoroganod, hogy mit csinálsz majd. A gyerekek eljátszanak valami kis középiskolát. Persze, te sütöd a sütit, te hozod a menekültet. Nem, én folyamatosan hadakozok majd a közeli baklavásokkal, akiknek rontjuk az üzletét. Igen, te mindig berekedsz valami. Ott tartozok valami ízével. Görög bevándorlóval. Süti háborúval. Vagy egy örmény marlenkással. Kitesszük a sütit, megnézzük? Persze. Dobozunk. Hát a tiéd. Nem az, nem sütis, pénzügyi doboz. Rögtön lesz, persze. Gyerekek, csak mondom, hogy azért Viki is belendült, csinált egy cipős dobozból becsületkasszát. Az jó. Nagyon jó. Hát az igényes azért, tehát, hogy erős túlzás. De várjátok, én láttam itt valahol egy Nokia-s doboz. Jó. A mi Nokia-s dobozunk üres. Nincs benne semmi. Jó, a dobozra is ragaszd rá a papírt. Ragasszuk le a dobozt, hogy mit ne lehessen ki. Mitől félek? Ne lehessen kinyitni, hát dobozzal viszik. Ne aranyos vagy, szerint nem az, aki a doboz viszi el. Ne lehessen kinyitni, mert majd úgy viszi, hogy mennyi van, mert ezer elviszek közel, hogy nincsen fogja, a hóna alá teszi a dobozt, az elsétál. Tehát, hogy ragasz le az egészet a sütivel együtt. És akkor több papírt írjál, rakja erre is, egy szelet 100 forint, egy kuki, 700 forint. Kuki. Hát de nem áll. A kuki az jó, hát a kuki jó. A kuki jó, de ne csesszük már gyerekek. Azt számoljátok meg, hány szelet van összesen. 12. Az 1200? Házi kuki, egy szelet, egy százas. A házi kuki az jó, csak házi az egy kuki. Házi kuki, de annak sem értem, hogy házi kuki, mert aki érti a házit, nem érti a kukit, illetve hát a házi kukit, az, de hogy házi kuki. Persze, a házi kuki jó, de az idegen kuki rossz. Így van, de születésnapokon esetleg más is belefér. Egy szelet 100 forint, tök jó, csak egy becsület kassa. Jó, ez jó. Nem ingyen van. Nem ingyen van paraszt. Ennek is milyen hangulója van. Nem jó. Nem érted nem jó. A lényegét. Ez nem jó, hogy nem ingyen van, mert az a lényeg, hogy nem hatok az ő lelkére. Na, ez jó. Ez egy becsület kassa. Csak valaki ráépe. Ez egy becsület kassa. Na, ez jó. Ez jó. De még írjuk rá, hogy a kuki finom, a kuki jó. A házi kuki jó. De ne ezt a sáros. Az jó, az jó. Na megvan, jó. Elmegyünk egy kicsit hírezni, meghallgatjuk Ákos hírét, hogy kitaláljuk. Itt keresünk. Kitesszük. Ragazd rá. Gyerekek, mire kiérünk, ott lesz a NAV. Készüljetek. Még le se teszed a dobozt. Nem állsz ott, majd 600 ezerig csinálhatjuk, csak komolyan? Mondom, 600 ezer forintig. Ez garázsban. De jó, nem, hogy meglepődnék mondja, azért, én meglepődnék, hogy ezt 600 ezer forintig csinálhatnánk, Feri, mert akkor ilyen alapon kiállok, ilyen lekvárt árulni a nyugatiba. Feri. Azt szerintem az nem. Garázsvásár, gyerekek. Ne legyél ilyen naiv. A NAV-nál most valaki felemelte a telefont, és azt mondta, hogy éhes családkommandó indul. Már fogják a kisgyereket, a nagymamát, és már jönnek nézni, hogy adunk-e számlát. Biztos, már nem vannak a jelmezeknél. Tálra mennyit írjunk ki, Feri? Te tálladra mennyit írjunk ki? Mennyiért adod el? Azt nem mondd be, hogy ez mennyibe volt ez a tál, mert biztos, hogy elviszi. Meg még 30 négyzetméter viakolót. Elmegyünk hírezni, jó? És aztán jövünk a kirakás pillanataival, megnézzük, hogy működik a becsületkassa Magyarországon. Itt vagyunk, Ákos híre jutam. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Illetve a hírek. A Klassz FM-en. Sokat süthet a nap, csak a hétvégén eshet, majd büntetőkkel verte a Fradi a Győrt, megműtötték Pacquiao vállát. Hunyad Ákos vagyok. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz, pontosan egy perc múlva. A becsület kasszához hozzászólva, Békés Csaba mellett egy pótkocsinyi görög dinnyét kiraktak, kb. 9-10 éve rajta a tábla a becsület kassza, nem hogy a dinnyét, a pótkocsit is elvitték. Persze, igen, jók vagytok. Ennek megvan az ellenkezője is egyébként. Amikor mert... odaraktak le még egy pótkocsis terautót, és nagyon sokan, igen, nagyon sokan írják, hogy ez a nyugati részén egyébként nagyon jól működik, és higgyük el, hogy tényleg így van, nem kételkedünk ebben, hát ez nem, az ezt kísérlet, láttuk mi is a saját szemünkkel, működik, virágot, gyümölcsöt adnak, és kiválóan működik, igen. Én Kőszegen és környékén láttam ezt, és ott nagyon-nagyon-nagyon, és szép is volt, jó is volt, mutatós is volt, meg tök jó hangulata volt. Ennek, azért ennek a háztáji dolognak mindig van hangulata. Persze. Igen, azt mondja, az ötlet jó, Pesthez képest legyen egy kontrollcsoport a jövő heti összes kis kitelepülési helyszínen is, így egy átfogó képet kapunk. Uh-huh, nagyon jó. Még ott is tegyünk ki. Igen. Igen, hogy minden nap süssön majd a Feri. Kireckedjen le a hotelek a konyhájába, és üsse meg minden nap másnapra egy tálca sütemény.
Igen, igen. Gyerekek, 8:30, mire mi odaérünk, addigra már elloptak mindent, úgyhogy ez rendőrségi ügy lesz. Üdv a NAV dolgozói, kaptuk SMS-ben. Na, állnak meg hallgatóink, ott van Feri, aki figyeli a kasszát. Hello Feri, jó reggel, ciao. Szevasztok, jó reggel, remek volt az ötlet, köszönöm mindannyiótoknak, jövő héten végig sütöm az egész országot. Következő a helyzet, akik hallottak bennünket, azok nagyon rendesen bedobták a százat. Igen, ezért nehéz. Én mondtam is nekik, hogy teszed vissza. Vedd vissza a százast, ne add oda, úgyhogy 3 sütit tulajdonképpen eladtunk, de mondom akkor a többieket, akik nem hiszik el, hogy ez történik, ugye kitettük egy ilyen ülőpadra a süteményes tálcánkat, a kis kasszánkat, és még nagyon gondosan tettünk hozzá szalvétát is. Akik de nem európai. Hát figyelj, érted, akkor már legyen kerek a sztori, akik nem hallották a történetet, azok megállnak mellette, elolvassák, megrázzák a fejüket, és tovább mennek. Tehát többiek, akik nem hallották, hogy ez most egy kísérlet, azok egyszerűen nem mernek. Nem mernek belegyúlni, hogy kicsit azt is értem. Most megint jön 2 férfi, ők biztos, hogy nem hallották az adást, mind a ketten ránéztek a kis kasszánkra, lassítanak, és tovább mennek, visszanéznek mind a ketten, tehát konkrétan kitekeredve, de nem lassan elmennek. De nem vettek a sütiből. De nem mernek a sütiből lenni. Most Feri, neved magadra, de nem lehet, hogy ez a sütinek szól? Én is erre gondoltam, hogy kiszentesen ettél belőle egy szeletesen. Még úgyse, hogy én sütöttem. Nyugi gyerekek, én 3-at elintéztem már, amíg nem láttátok, úgyhogy... Várjatok! Jó! Most várja, mert most megállt egy ember, aki nem hallgatta az adást, ez egész biztos. De ezt honnan tudod? Látszik rajta, hogy ő nem hallgat rádió? Látszik rajta, hogy nem hallgató. Megnézte, kicsit bámult, és elment a kassza helyszínétől. Kicsit hezitált, hogy elvigye, de ő se vitt el. Még honnan lehet tudni, hogy nem hallgatta a rádiót? Ki volt ő? Pordán Petra? Igen. Nem a bocskor. A sütit viszont szereti. 9 óra után elmondjuk, mi lett az eredmény, jó? Arra kérjük hallgatóinkat, akik most is hallgatnak minket, és jönnek 100 forintért sütit portja, ez most tegyék meg, hogy nem eszik meg. Tehát, hogy ez most ne arról szól, hogy 10 hallgatónkat, akik egy hallgat bennünket, boldogát eszük úgy, hogy hallottam, van süti, oda megyek, betogom a 100-as, és eszem egy sütit. Hanem hagyd nézzük meg, hogy ez működik-e úgy, hogy olyanok mennek oda, akik elvileg nem hallgatnak minket. Tehát, aki hallgat, és már most beült az autóba, és jön 100 forintért sütit szerezi magának, azt tegye meg, hogy most csak ezt nem ezt tekinti a reggelijének. Csak mondjuk, hogy a Zsült felküldtük a tetőre egy tápcsős 630-as Szláviával, és segbelül mindenki. Csak azért a tesztalanyok közül csak egyet, aki tudja, hogy ez a mi sütünk jó legalább. Nagyon finom. Köszönjük tegye szépen. Vissza, mondd meg neki, tegye vissza nekünk, ez így nem reprezentatív kísérlet. Ez így nem ér. Na jó, a 9 után elmondjuk az eredményt. Köszi Feri, gyere vissza. Megyek. Ciao, hello. Annyira röhögnék, elvinnék székestül, sütistül, tálastul, minden. Semmit nem hagynának belőle. Volt egy kísérlet egyszer, amit elvégeztek számos európai országban, köztük Budapesten is, és egyébként kiválóan szerepeltünk, tehát nem szabad azért ezt az országot ebből a szempontból bántani. Az arról szólt, hogy becsületkasszás, azt hiszem talán üdítő automatákat tettek ki, és volt mellette pénzes automata, amiért te megvetted, de volt becsületkasszás automata is. Kettő között egyébként mi a különbség, a pénzes ugyanúgy bedobom és megkapom, meg a becsületkassa. Na mindegy, szóval nem futólag olvastam a dolgot. És az hát a lényeg, pont a becsületességet nézi, mert ugye a becsületkasszánál kivehetnéd úgy is, hogy nem fizetsz érte, vagy kevesebbet fizetsz. Igen, ugyanez a szisztéma volt, hogy miért volt ott a pénzes, azt most nem tudom. Mindegy, a lényeg, hogy egyébként egészen előkelő helyen végeztünk. Tehát, hogy az jött ki... az első 200, a 180-ok lettünk. Nem, az jött ki, hogy nagyon jól működött Magyarországon, Budapesten ez a rendszer, és hogy voltak nálunk olyan európai országok, ahol sokkal rosszabbul végződött, a kísérlet sokkal több üdítőt vittek el, ingyen nem dobáltak be pénzt, és nagyon, nagyon szép helyen végeztünk. Tehát nincs ezzel az országgal úgymond baj. De azért ez mégis csak egy érdekes kísérlet, hogy ha nem hallgatod ezt rádióban, akkor valójában mit csinálsz? Eddig nem mertek venni belőle. Nem mernek venni. Így ezért nehéz, hogy erről egy élő rádióműsor van, igen. Na, most kollégákat láttál már? Még semmi. Nem? Most szedik össze a kisgyereket az éhező családhoz. Igen, fura idős néni kisgyerekkel. Igen, miért kell itt lennem? Na, meglátjuk, 9 óra után mondjuk az eredményt, hogy, hogy mi lett. Brutto kilo 20-ért, mama. Hát biztos. Játsszuk már is valakivel, Owen bácsit és Beru nénit. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Owen bácsi és Beru néni a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Sziasztok! Hello! Dia, hello Dia! Sziasztok, én vagyok, igen. Hello Dia, honnan hívtál minket?
Székesfehérváron. Te Fehérván. Hát igen, idén most oda nem megyünk, de sokat voltunk ott. Így minden évben mentünk, igen, a fehérváriakat elkényeztettük. Igen, igen. Voltál kindi a kitelepülésünkön? Nem, nem, mindig olyan korán vagytok, hogy az nem. 6-10, igaz, korán van? Így van, korán van gyerekek, meg munka, úgyhogy nem. Ja, hogy úgy korán, azt hittem, hogy 11-kor ébredsz, mert ahhoz képest valóban korán. Mit dolgozol? Nyelvtanár vagyok tulajdonképpen. Nyelvtanár vagy, mit tanítasz? Angol. Ó, arra szükségünk van most. Igen, szerencsére. Mekkora gyerekeknek? Nem gyerekeknek, pont ez a lényeg benne, hogy én mindig felnőttekkel foglalkoztam, úgyhogy ezt a részét jobban szeretem. Ja, hogy felnőtteknek. Uh-huh. Hogy van angolul, hogy becsületkassa? Ügyesek voltatok. Van becsületkassa sztorim is egyébként, elmondhatom? Mondd, persze. A Balatonon, az északi parton Pálkövén szoktunk nyaralni gyerekkorom óta, és ott egy nagyon kedves néninek van egy irodatlan méretű fügefája. Szóval nem tud mit csinálni a friss fügékkel, és minden reggel kitesz egy kis asztalon egy tálcára gyönyörű friss fügéket, és egy ilyen szúnyoghálós, ilyen kis, nem tudom mi a fenének hívják, ezt a legyek ellen letakarja, és kitesz egy befőttes üveget, aminek a tetejét kivágja, és fantasztikus jól működik, és mindig a strand felé direkt arra kanyarodunk, pedig nem esik útba, hogy legyen a gyerekeknek egy kis friss gyümölcs, és a füge olyan ritkán van Magyarországon, tényleg csak az 1-2 hét, amikor érik, ugye nincs friss füge, és hát ez nekem ez nagy élmény, mert én nagyon szeretem. És működik tényleg a dolog. Évek óta nagyon jól működik, így van, a néni nem adta fel, tehát én ebből gondolom, hogy jól működik, ő évről évre mindig újra kiteszi. Nálunk ugye ez volt egy idős bácsi, a papajaja, mindig kirakta a mangót is, a fókusz. És volt rá igény? Így van, a felső csatárin. Nem, persze, Magyarországon is egy csomó helyen működik, ez nincs ezzel, igen, az országgal, azért baj, persze. Jól van, mutatjuk, mit csinál Lóven bácsi Berú néni, figyelj! Köszönöm. Hát, mit csinálnak? Álmodoznak az esőről. Álmodoznak, igen, várják az esőt. Mutatjuk, mit énekelnek, ez most egy film lesz, nem sorozat. Oké. Ó, hát ez nagy kedvencem, igen, az Ének az esőben. Ének az esőben, így van, hát ez nagyon gyors volt. De bárgyú. És a totál abszurd, tehát tudod, ezzel nem hiszed el. Persze, majd ott ugrálsz az esőbe, közben egyébként rázol, tudod. És tényleg. És táncolsz, és nagyon vidám vagy, és csak másnak meg tüdőgyulladás. Igen. Ja, nagyon ügyes vagy, Tia. Kedvenc film? Igen, kedvencem, és a gyerekekkel pont nemrég néztük meg, hogy milyen ügyesen táncolnak benne, igen. Aha. Mekkorák a gyerekek? 5,5 és 8,5. Úristen, és ezt kellett nézniük? Igen, örültek neki, tetszett neki. Atyaisten, az kemény. Az kemény. Sose tudtam végignézni, valahogy nekem nem tartozik a kedvenceim közé, de megértem, hogy miért szeretett. Küldjük az ajándékcsomagot, ügyes voltál, nem is vettük ki belőle semmit, úgyhogy jó, köszönöm. Szép kerek, egész nagy ajándékcsomagot kapsz, jó? Köszönöm, szuper, oké, rendben. Köszi, Dia, a játékot, ciao. Köszönöm, sziasztok. Hello. Haj, na. Hú. Mi az? Nekem már hullott a hajam gyerekkoromban is ezektől a Kelly meg Fred Astaire filmektől, tudod, mert hogyha kivontad belőle az éneket meg a táncot, nem volt benne semmi. De az pont elég volt Fred Astaire-nek arra, hogy végighúzza az egész világot. Csak mondom. Aha. Állítólag ő ezzel hódított. Igen? Elénekelte ezt a dalt, ugrott egyet így oldalt, puf, és már... És nőket is? Azokat kétszer. Atyaisten, azért ez kemény. 6 perc, a pontosan 8 óra, várunk friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk, Ákos, hírei után. Amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt, pontosan 9 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Péntek van, gyerekek, hát ez jó hír. Péntek van, és jó idő lesz hétvégén, ennél több egyébként szerintem nem kell, hogy az embernek jó kedve legyen. Hosszú hét, nyilván minden hallgatónk sokat dolgozott, mindenkinek kicsit elege van a munkából, reméljük, hogy sokan tudnak pihenni hétvégén.
És ráadásul jó idő is lesz, mi pedig vasárnap már indulunk. Sopronba. Sopronba, így van ez a turnénk első állomása, jövő héten hétfőn Sopron Deák térit kezdünk, drága soproniak, megyünk hozzátok. Régen voltunk, szeretünk ott lenni, reméljük, hogy ti is szerettek majd velünk lenni ott, ahol mi leszünk Sopronban. A Deák téren? A Deák téren, így ott van. És aztán Kecskemét, Baja, Salgó, Tarján és Budapest. Én Budapestnek is örülök, régen voltunk már Budapesten, hagyományos kitelepüléssel, üvegstúdióval, úgy, hogy nem valami nagy esemény volt körülöttünk, hanem szimplán csak az ott jelenlévő, megjelenő hallgatókra tudtunk koncentrálni. Ez régen volt, repülős napot csináltunk tavaly, főnököt reptettünk, 600 dolog volt mostanában. Autóelásás, autóledobás, stúdióemelés. De most egy olyan kitelepülés, amikor tényleg minden a hallgatókról szól, viszünk nyereményeket, ajándékokat. Rengeteg játék lesz fel, és hétfőtől péntekig mindenhol felállítja majd az ingyenes sütist, illetve a becsületkasszás sütistandot. Gyerekek, ez a becsületkassa egyébként egy tanulmány, szóval hihetetlen. Már áthoztuk egy olyan helyre, hogy jobb állásunk, és 9 óra után mondjuk az eredményt. Van egy bácsi, aki körülbelül fél órája harcol egy darab süteményért. Elképesztő jó azt az öreg egyébként. Csak egy mondat, ő a másik oldalon kiszúrta, hogy becsületkassa 100 forint. Viszont emberünk, az idős bácsika turpisságot sejt a dologban, ezért nem mer rányulni, csak mint egy ilyen kis galambot körözött a tál körül, de közben észrevette, hogy a vikiék ott állnak messze. Akkor beült a kocsiba, leskelődött a visszapillantó tükörből, nézte a tálat, hogy ott van-e még a tál a süteménnyel, de továbbra sem mert elvenni, majd áthoztuk ide a sütit egy másik oldalra, a bácsi átautózott, és most itt figyeli a sütit, de még mindig nem mert hozzányúlni, még mindig nem tudja, hogy ez most átverés, nem átverés, becsületkassza, nem becsület. Mi a fene lehet ez, hogy itt van egy csomó jól kinéző süti 100 forintért? Nem lehet, hogy ő a napos. Lehet, igen. És itt ólálkodik, lassan 3-4 órája süti körül. Negyed óra, azt látjuk majd, hogy itt a Zülőjöti felüljáró befüvezett oldalán így megmozdul egy kis bokor, és megindul jobbra. Igen. Na, nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink, mi történik az utakon. Nekem rossz volt a hetem, dolgozom, és rengeteg munka is vár rám, szombat és vasárnap is. Hát, ez nem annyira jó hír, kitartás. Balázs, megtennéd, hogy a régi szép idő kedvéért bejátszol egy kis szintibolyt, köszönöm. Hát erre most csak annyit tudok mondani, hogy nem. De majd valamikor keresünk egy kis szintibolyt, nem... Tenném tönkre sokak reggelét azzal, hogy a szintibolyt kelljen hallgatni. Ahhoz speciális hangulat kell. Igen. Az M7-esen a 132-es kavicsnál mindkét irányba mérnek, tűzoltós Gabi küldte nekünk. Köszönjük szépen. És azt nézem, hogy van rengeteg trafi még az M7-es 42-es kilométerénél is, valamint a 132-es kilométernél mindkét irányban. Ahogy mondtam az előbb, Kalocsán a kiskörös felüljövők mosolyogjanak, mert fotóznak a kollégák. Ezt D küldte nekünk, trafiznak Horton, a Kossuth úton is, és a 85-ös úton Rába Tamásinál van egy hatalmas baleset, mentő, tűzoltó, úgyhogy ott is vigyázzatok, valamint Csornán a Soproni úton van trafi, ez Sivatagi Róka küldte el nekünk egyes SMS-en belül. Milyen pontos, nem? Nagyon jó. Milyen informatív. Köszönjük szépen. És úgy látom, megint van játékunk, igen, illetve még mindig van. Játsszátok ezt a kis laptopot? Játsszuk, ma van a fődíj, egy notebookot lehet nyerni. Nagyon jó. Az. Igen. Mondjuk mindig ez az A meg B, nem lehetett volna frappánsabb, hogy mit tudom én például, melyik számítástechnikai cikkeket gyártó cég nevét rejtettük el Dell-húsz a John nevében. Igen. A Deák tér melyik részére lesznek pontosan Viki Sopronból? Ilyen nagy a Sopron, a Deák tér? Hát figyelj, szerintem belátható lesz. Egy Velencei Szent Márk tér szintű tér, hogy megjelenünk valahol, és nem fogtok bennünket észrevenni? Tehát, hogy csak nem tudtam. Tudod, itt galambok itt, arra néhány szerzetes, itt két apáca. Ott egy pláza, itt üzletsorok, ott éttermek. Nagy a Sopron, a Deák tér. Voltunk már egyébként egy szép, hosszú tér. Hát hosszú, de hosszú. Azért a magas az üvegstúdió, meg van ott még mindenféle applikáció hozzá. Hosszú murvás. Ahogy belépsz a térre, látni fogod. Viki, megtalálsz minket, ott leszünk. Na, egy izgalmas témával foglalkozunk most így a hírek után, mert hogy talán sokan átéltétek már azt az élethelyzetet, amikor az ember először neki veselkedik, vesz egy nagy levegőt, és bemegy az új munkahelyére. Hát ez mindenkivel megtörténik, mindenkivel történt már ilyen, és talán sokan emlékeznek az első napra a munkahelyen, hogy mi történt, milyen atrocitások értéke egyáltalán, elrontott-e valamit, elszúrt-e valamit, vagy volt-e egy rossz bemutatkozás. A témaindító cikket pedig azért kell, hogy megemlítsük, mert nagyon helyes a történet, egy 27 éves egyedülálló anyukáról van szó, aki hát Facebookozott. Facebookozott, és nem szerették ezt a Facebook posztot, ugyanis ő jelentkezett egy texasi napközi otthonban kezdett volna. Ez lett volna az első munkahelye, illetve az első munkanapja,
De ő még úgy gondolta, hogy ő reggel valamit kír a Facebookra. Valami vicceset. Valami gondolom. Vicceset. Csak nem számított arra, hogy a főnökök nézik egyébként a Facebook oldalt. Ez egy személy dolog szerintem. Hát ha van egy magánvéleményed, nem jó dolog a munkahelyedről azt kiírni. De ez alapján csekkolnak. Hát szerintem meg cég alkalmazott kiírt, ha igen. Ha olyan információt írsz ki, ami vonatkozhat a cégre, akkor te ott egy kicsit dolgozó is vagy, nem csak magán. Ez igaz. Ma reggel benyomok még egy doboz Pepsit, aztán megyek a kokába dolgozni. Tehát hogy ez nem biztos. Igen. Kár, hogy nem szeretem az ízét. Ha kell utána, mint az ad, de jó fizet. Hát azért. Igen. Egy soproni cukrászdában dolgozom. Hát ahogy ott csinálják a francia krémest, én nem ennék belőle, mindent láttam. Na jó, most mennem kell, mert 9-től kasszás vagyok. Tudod, ez így nem szerencsés. A nő a következőt írta ki. Texasi napközi otthonban kezdett volna aznap. Kiírta a nagy mosolya. Ma kezdek az új munkahelyemen. Kár, hogy iszonyatosan utálok napköziben dolgozni. Egyébként nem is a helyjel van baj, csak utálok egy csomó rossz kölyök között lenni. Aha. És ezt ő így kiírta. Hát iszonyatos mit kapott. Az ostoba ribanc az a legkevesebb volt, amit egyébként a Facebook oldalán kapott. Ez az egyik legvisszafogottabb vélemény volt. És ő nem számított erre, hogy eljut a napközi igazgatójához is ez a Facebook bejegyzés, mert hogy azért egy viszonylagosan kis városról volt szó. Hát szegényként ő bement, és be se kellett mennie, telefonon közölték vele, hogy hát akkor ez egy rövid munkaviszony volt. Neki már nem kell bemennie dolgozni. Erre azért számítani lehetett, annak viszonylag kicsi volt az esélye, nem? Hogy bemegy a főnökhez, és azt mondja, hogy már épp becsukom az ajtót. Végre valaki kimondta. Én is gyűlölöm őket. Ezeket a rohadt költöket én is. A főnök helyében én megvártam volna, míg bemegy. Nem? Tehát bejön, nagyon örülünk, na most akkor mutatnám. Ez mi? Nem egy ilyen szembesítést, azért én nyomtam volna. Ott kaptad volna? Én ott, ha én vagyok a főnök, ez, hogy fölhívod, és ne gyere be többet, akkor már jöjjön be, oda leültetni a gép elé, akkor mutatnék valamit kedvesen. Poff, tessék, ez az. Azzal még nincs baj szerintem, ha ő ezt kírja, hogy nem szeret napköziben lenni, nem? Vagy az tehát ennyire se lehet őszinte. A kölykökről nem írhat szerintem rosszat. Az, hogy nem áll majd munkahelyed, de meg elkezded és próbálod csinálni, az azt még akkora baj nincs. De alkalmaz egy ilyen ember. Kis kölyköket, ez így azért nem egy túl jó ajánló levél, igen. De nem hallgatnád meg? Tehát mondjuk egy olyan példát, ami mondjuk felénél profilba vág. Tehát hogyha mondjuk éppen fel akarsz venni egy új szakácsot, első nap jön be, kezd, és azt látod, hogy a Facebook oldalán kiírja, hogy hát elég megyek ez a hülyéhez. Igen, megyek ez a hülye némethoz, ez ahogy hívják, ez a műkedvelőhöz. Az is tett igen, aki csak fotózni tud, főzni nem. Igen. Érted, és az is inkább a fényképezőgépnek a paramétere. Hogy kiírna valami ilyesmit, hogy itt van ez a ratyi étterem, és hogy nem hívod be. Nem próbálnak meggyőzni, hogy fia, akkor gyere be, csinálj forradalmat, csinálj belőle egy jó étteremet. Van valaki így jön be, hogy megyek ahhoz a ratyihoz, abban a ratyi étterembe, jó, hát nincs más, most elvállalom. Hát ezek után te megpróbálod meggyőzni arról, hogy hidd, de nem olyan rossz ez. Alkalmatlan a forradalomra az arc, tehát egy szakásnak ez nem lehet a hozzáállása. De legalább hozzáállása. A fényképezőgépedet megdicsérte. Az nem baj, az megdicsérte, nagyon örülök neki, érted? Egyrészt, másrészt pedig akkor se teheted meg egy munkahelyel azt, hogy ezt a véleményt elmondod. Zsül ma délután kiteszi, hogy végre két nap, amikor nem kell ülnöm a Balázs mellett. Ha? Szerinted hét... Azonnal odaadnám a balvesédet valakinek. Mennének érte az emberek is. És odaírna még, hogy egyébként jó fej, de a hajlakja, amit reggel magára fúj, azt kikérem magamnak. Na rohadjál meg finoman azért, mert nem is fújok hajlakot. Tehát azért ez így azért az a szájvíze. Ja, most! Na, hát még csüssétek rá, hogy hajlakot is használok. Kicsit úgy csillant meg most rajta. Úgy állt meg egy pillanat, hogy kicsit összeragadt. Sok volt a vax, de hajlak az nincs. De ugyanakkor meg ez jó fejség Gordon Ramsay-től? Hogyha például így megy be egy étterembe, hogy ez mi, az mi, az mi. Az egy műsor, azért nem kell mindent elhinni, ez egy tévéműsor. Ott van de akkor ott jó fej. A kamerák mögött állnak emberek. Senki nem gondolja róla, hogy jó fej. Az a szerep. Őt azért szeretik, mert ilyen valóban, de nem gondolják róla, hogy jó fej. Azt gondolják, hogy egy rossz fej egy csomó. Ő jól végzi a munkáját, mert neki abban a tévéműsorban egyébként így kell viselkednie. Hogy ő ilyen, ugye a Pokol konyhája, nem tudom mi a műsorának a címe, ott ő ilyen, de hát ő is a munkájára úgy megy be, tehát ő jól végzi a munkáját. Akkor jobb egy taktikus hazugság, mint a keresetlen őszinteség. Itt aki rúgnának a föltenni valamit a Facebookra a munkahelyedről? Csekkolják? Szerintem nézik? Egyre inkább, valószínűleg a multik lehetnek erre legjobban kiegyezve. Mi? Hogy ne írják ki semmit róluk? Igen, aha. Szerintem oda is figyelnek az összes ilyenre, sőt,
szerintem volt is egyébként néhány héttel ezelőtt pont egy ilyen ügy. Pont egy ilyen ügy, amikor a Facebookon posztolt ki olyan képeket magáról valaki egy buli közben, ami nem nagyon tetszett a főnökeinek. Tényleg. Tényleg, igazad van. Egy buliban fotózkodott az emberünk, és ott ittas volt, kicsit levetkőzött, lehet valami. És hogy méltatlan ahhoz a munkahelyhez, ahol dolgozik, ez a fajta hozzáállás, meg ez a fajta tevékenység. De ugyanakkor ezeket zárta lehet tenni ezeket a csoportokat. Csak hát az volt a baj, hogy a főnök is valószínűleg be volt jelölve, illetve vissza volt jelölve, mert ki nem jelöli vissza a főnökét. Nyilván, úgy de szeretlek. És ez körbe ment, és azt hiszem arra hivatkozott a izé, hogy ő valami területi képviselő volt a főnök, és hogy ügyfelek is vannak abban a csoportban, akik láthatták ezt a képet. Hogy mész el te holnap eladni neki akármit, ha ma egy ilyen képet föltettél. Hiteltelen vagy, és hiteltelené teszed a céget is. Így van, de őt nem rúgták ki, aztán mert elbeszélgetett a Petivel az Árpi, és aztán... és aztán mondta, hogy nem szeretné, hogy több ilyen kép legyen fönt a Facebookon, és akkor maradhat. Volt emlékezetes első nap a munkahelyen nektek? Ami ilyen tényleg megérkeztetek, Nagy Andréval ott vagyunk, csináljuk, és azonnal valami kalamaika történt? Életem egyik legkellemetlen élménye, pontosan ez volt. Következő történt, gyártásvezetői munkát kaptam meg egy ismert televíziós brancsában, és az volt a dolognak a pikantériája, hogy az előző gyártásvezetőt azért tanácsolták el, vagy azért köszöntek el tőle, nem azért, mert rosszul végeztem munkáját, hanem egy picit többet kért, mint én. És hát valószínűleg ő ezt egy picit így szét is hintette már így a kapcsolataiban, és az első nap ő volt az, aki körbevitt engem. Ugye mindenfelé kellett menni. Hogy te helyére jössz? Persze. Aha. Mindenfelé körbe kellett vinnie, bemutatnia, mint az új munkaerőt, az ő utódját, és hát mindenhol. Hiszen ezek a, hogy hívják, a szememben nem nézés, elnézés a vállam fölött. De hát az, amit a Feri is, hogy ő tudta. De nem én voltam az oka, de annyira rajtam csapódott le az egész, borzalmas volt. Mindent harapófogóval kellett belőle kiúzni, mindenért könyörögni kellett. Picit azt is éreztem, hogy nem is mond el semmit pontosan azért, hogy ha lehet, akkor majd kerülje kellemetlen helyzetbe emiatt, és rám haragudott. Nem rám kellett volna haragudnia, hanem a főnökére. Vagy saját magára. Vagy az esetben saját magára. De mondom, a munkájával semmiféle probléma nem volt, egyszerűen csak túl sokat kért. Én kevesebbet kértem, nem is voltam olyan jó gyártásvezető, mint ő, ezt egyébként aláírom. Utána visszavették a tehelyedre. És te vitted körbe. Igen, úgy de már az én pénzem. De szörnyű kellemetlen volt. Ráadásul az ő autójával mentünk, ott ültem mellette végig, mint egy ravatalozóban, olyan volt a hangulat, borzalmas volt. Hát én, ahogy a Danubiusba kerültem, az előző munkahelyünkre 2000-ben, az első nap, ahogy bementem, akkor nekem kellett egy számítógép adáshoz, leültem, elkezdtem rajta dolgozni, egyszer csak jön egy kis köpcös csávó, és mondja, hogy az egy CSS gép, és ízé, de se köszönés, se semmiért. Mondtam, hogy jó napot kívánok, én vagyok az új ember, nem tudom. Titus volt? De azt mondanám, Titus mondanám. Akiről most beszélek, kis őt már szeretem. És mondtam, hogy elnézést, de nekem kellett. Első bementem a programigazgatóhoz, ezután beszélgetünk, bejön ugyanez a kis köpcös ember, az ajtóval így megböki a vállam. Ez egy nagyon agilis köpcös volt, hogy mindenhol ott van. Mindenütt. Nagyon követett engem. Nagyon igyekezett, rádált. Ki akart csinálni. És akkor mondom, hogy jó napot kívánok, akkor izé, de hogy itt, és ő elkezdett pempögni, és mondtam, hogy ne haragudj, akkor te kezdtem, ki a vagy te. És mondta, hogy bemutatkozott, és mondta, hogy ő a kereskedelmi igazgató. Na de szimpatikus lehetél. Első, de azért jó, nem? De tényleg ez a ne haragudj, ki a vagy te? Ki vagy te? Most már, mert ez a harmadik az elmúlt egy órában. Most már tényleg érdekel. És aztán jóba lettetek egyébként? Aztán jóba, de sokat kellett rajta dolgozni, szerintem mindkettőnknek, hogy ebből kijöjjünk. Oda mész, érted, első nap tényleg jó fiú vagy, beszélgetni akarsz, dolgozni akarsz, jön egy csávó, kis sepusz, és sepá. Én értem, hogy ő a főnök, most megy utólag, na de akkor... Ugye, igen. András? Igen, ráadásul tudom is, hogy kiről van szó. Ráadásul igen. De aztán megkedveltük. Igen, ez az első nap azért ez egy kemény élethelyzet, amikor bemész, új kollektívval meg kell ismerkedned, nem tudod, hogy kik várnak, nem tudod, hogy milyen kollégáid lesznek. Azért ez nem mindig könnyű élethelyzet. Igen, de általában nyitottak, meg kíváncsiak, meg kedvesek. Hát attól picit álságosak is, de amikor én oda mentem, és tudták, hogy egy embert miattam kvázi, tehát hogy még idézőjelesen, de tényleg kirúgtak, akkor hát ez ott borzalmas volt. Borzalmas volt. Én dolgoztam a parlamentben, erről már meséltem, fogadásokat készítettünk elő. És ők is azóta is ezt mesélik. Én egy csomó új dologgal találkoztam például. Én nem tudtam, hogy a mikrohullámú sütőben nem lehet olyan tányért tenni, aminek aranyozott a széle. Hát tudod, mikor láttam én aranyozott tányért, tudod? Hát hol láttam én aranyozott tányért? Fogtam.
beleraktam a kis otthonról hozott kis paradicsomos káposztámat, amit édesanyám csomagolt, és bedobtam a mikróba. És hát ott azért, hogy tudod, fegyelem van, parlamenti büfé, vadászterem, nem tudom, és csak azt hallják, hogy ül bent a diákmunkások. Horror, drága, mikrosütő, tudod, még ülök, hát mondom, durran ez a töltött káposzta, durran, hát én nem veszem. Melegszik. Hát, Balázs ugye nem a herendit. Na nagyjából egy ilyen kaliberű tányért képzeljelen. Majd sikerült leborítanom egy ilyen 16x16-os ilyen rekeszekbe pakolták a poharakat, és azt ugye nagy mosogatógépek vannak ott, amit kivesznek, és utána azt le kellett vinni, volt egy lépcső, a vadászteremnek a büfébe, és lent voltak a különböző poharak, tartók, csévingek, a fogadásra, amiket előkészítettük. Aha. És azzal a 16x16-os tisztán elmosott, nem tudom, boros pohárra sikerült egy akkorát esnem. Ráadásul az apukám vitt be arra a munkahelyre, tehát nem volt túlságosan szerencsés. És akkor ott mondták, hogy kérdezte apukám, hogy hát milyen voltam az első nap, és mondták, hogy hát nem annyira ügyes. De belejön, ez volt a duma, hogy belejön. És aztán mondod, hogy hozzá egy bácsi fura kerettel a nyakán. Hozzád egy fura bácsi kerettel a nyakán a büfé, és azt mondom, mi kéne öreg? Igen, hát ez a ketrec fejű. És azt mondták, hogy ne engedjétek kiszolgálni, senki el. Kössétek be a száját is. Küldjétek le a pincébe. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk akkor, hogy mi volt az első élmény a munkahelyen, jó? Kicsit több irányba indítottuk el a témát, ugye Facebook bejegyzésből indult, és látom az SMS falat, hogy jönnek már olyan SMS-ek is, hogy kinek, hogy vette észre a főnöke a Facebook bejegyzését, és ebből mekkora balhé lett. De nem ezzel foglalkozunk most, hanem az első nap a munkahelyen, ami kellemetlen volt, összevesztél valakivel, rosszul sikerült, vagy pedig nem úgy, ahogy szeretted volna. Jó, várjuk az SMS-eket, SMS számunk 0670! Te ott voltál. Menj az SMS-e? 670. 645 0000. Jövünk egy pici zene után. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:49 lesz, pontosan 2 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Péntek van, gyerekek, ez jó hír. Ez mindenképpen jó hír, és ráadásul jó idő is lesz. Egész hétvégén. Ragyogó napsütés. Úgyhogy megúsztuk a jövő heti turnét, kopogjuk le, abból a szempontból így izgultunk, hogy akár rossz időnk is lehet, de nem, jó idő lesz, jövő hét hétfőn Sopronban kezdünk a Deák téren, május 11-én, aztán Kecskemét, de. Baja, Tóth Kálmán. Mondja várost. Kecskemét. Tóth Kálmán? Nem. Deák. Ez most akkora bajba sodortad magad, hogy ebből nem is nagyon... De kicsit hagylak benne, nem húzlak ki a bajból. Baj a Tóth Kálmán tér, Salgótarján, Főtér, Budapest, Árkád. Üzletház, de a klassz.hu-n, a morningshow.hu-n és a Facebook oldalunkon is fent vannak a helyszínek, úgyhogy nézegessétek nyugodtan. Sütérment. Figyeljük a becsületkasszát, figyeljük, érdekes dolgok zajlanak, majd 9 után beszámolunk, van, aki hezitál, van, aki nem hisz nekünk, van, aki arrébb megy, van, aki visszajön, először fizetni akart, aztán eltette a pénztárcát, nyúlt, hogy ingyen kivegyen ki egyet, nem vitte rá a lélek, inkább elment, visszajött most pénzzel, szóval ott a nagy, ilyen kis mini történetek vannak ott a becsületkasszánál. Neked csak el volna csóra szólni, adok szívesen egyet. Egy 50-es dobtam be. Igen. De dobtam. Na, 9 után mondjuk majd, hogy mi lett az eredmény. Ugye arról beszélgettünk a hírek előtt, hogy Facebookra posztolni az első napot az embernek az nem túl szerencsés, a munkahelyet vált, mert ugye egy 27 éves egyedülálló anya kiposztolta, hogy ő egyébként nem szereti a napközis otthonokat, ráadásul nem szereti azt a rengeteg hülye kölyköt, aki ott dolgozik ebben a napközis otthonban, de hát mit csináljon, muszáj kezdeni. Ezt a kolléganők elolvasták, jelentették az igazgatónak, és kirúgták. És arról beszélgettünk, hogy kinek milyen szörnyűség történt az első napján az új munkahelyen, mert hogy ebből azért van bőven. Ez minek köszönhető, mert rengeteg SMS jött, tehát szinte mindenki elszúrt valamit az első nap. Izgulsz, ideges vagy, új közösség, elfogadnak-e, szeretnek, nincs. Sokan azt írják, hogy egyébként a kollégák se voltak túl kezdeményezők vagy közeledők, tehát bekerülsz egy új helyre. Új hús. Ez egy beavatás. Egy picit ez rikálás, picit a szivatás, picit a... Nem túl szimpatikus. Így van, nem túl szimpatikus, hát beavatás. Nem feltétlenül kell, hogy szimpatikus legyél, amúgy. Igen, mikor odamész. Itt van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Na, veled mi történt? Én 2010-ben még 17 évesen Cipruson egy 5 csillagos hotelban voltam gyakornok 5 hónapra, és az első munkanapom az sajnos úgy kezdődött, hogy jött egy teltház és egy nagy esküvő, ami azt jelentette, hogy 1300 fő egyszerre akart vacsorázni.
és engem meg felküldtek a hotel épületébe, hogy a folyosókról szedjem össze az ott maradt poharakat, tányérokat, amiket a szoba szerviz felvitt, és eltévedtem a hotel lift rendszerében teljesen. Három külön épületbe állt a hotel, hatalmas, ötszörös, az Atlantica Hotelshez tartozik, hatalmas hotel volt, és külön lift rendszer mindenhová, plusz a recepcióhoz, és végül hát utánam küldtek valakit, hogy találjon meg, és szerencsére a lengyel kolléga megtalált. És ott lent bolyongtál a lift rendszerben? Igen, a három épület között bolyongtam, egyszerűen nem találtam vissza a személyzeti liftekhez, már a vendégekkel együtt lifteztem mindenhova, a recepción kötöttem ki, csak oda nem találtam vissza, hova kellett volna. És megtartottak, vagy kirúgtak? Megtartottak. Megtartottak. Azóta is egyébként külföldön dolgozol inkább, vagy hazajöttél? Nem, az volt az első és az utolsó alkalom, azóta itthon vagyok. Mondtad, hogy túl nagyok ezek a hotelek, meg ebből elég volt, és inkább hazajöttél. És most mit csinálsz itthon? Én tanuló vagyok jelenleg. Tanulsz? Mit tanulsz? Politológiát. De szép szabasz, és érted, mi zajlik? Tessék? Aha, szóval igen. Látod? A Feri azt kérdezi, hogy érted, hogy mi zajlik, vagy követed az eseményeket. Hát persze. Persze. Oké, köszi Vilja, hogy elmondtad. Ciao. Hello. Itt van velünk Virág, hello Virág, jó reggel, ciao. Sziasztok fiúk, hello. Na, nekem az első diák. Várjál Virág, ne rohanj annyira. Hát kicsit igen. Szokjunk össze, melegedjünk be egymást. Én már reggel 6-tól melegszem veletek. Na, tényleg, ha ránk kezd? Hát én már 20 perccel előttetek kezdek munkában. Mit csinálsz? Én a postán dolgozom egy ilyen irodában. Jelölt. És ilyenkor el kell kezdeni, hogy már 6-kor kezdesz az irodában? Hát 5-40-kor már le kell dolgozni a szünetet, de hát igen, 6-tól 2-ig itt vagyok. Azt kell. Ja, viszont előbb végzeted 6-tól 2-ig. Aha. Igen, viszont 4 órán keresztül legalább egy kicsit szebb a nap, amíg veletek vagyok. És de drága vagy, hallgatlak. Köszönjük szépen. Na, mi történt az első napodon? Na, hát ez az első diák munkanapom volt egy fehér nemű üzletben, és aki betanított engem, ő arra próbált engem biztatni, hogy figyeljek, mert mindenki lop, és nagyon kell ezekre figyelni, és hogy általában levágják a csipogót, vagy letépik, és bedobják az öltözőben a tükör mögé. Na, én Budgon kerestem is ezeket a csipogókat, és az egyik tükör mögött így találtam is valami csipogóra emlékeztető dolgot, és hát elkezdtem cipálni, és végül sikerült kitépni a tükör mögül, abban a pillanatban sötétség borult az üzletre, sikerült lecsapnom teljesen az áramot, mert kiderült, hogy valamilyen kábelt sikerült kirángatnom. Na gyerekkel, én meg pedig tökre örültem, hogy ez azt az elcsaptam valami lopóra. Megvan az első! Megvagy, kiabáltad ezt, igen. Hát igen, igazából azt kiabáltam, hogy úristen, én voltam, azt hiszem, nem tudom, mit csináltam, és akkor hát kiderült, hogy igazából az áram szolgáltatás 80%-át azt hiszem, rávágtam. Egy valami kis fényporra sikerült bekapcsolniuk így néhány bugyi mögött, hogy azért lehessen látni valamit. Akkor nagyon nem kedveltek, nem? Nem igazán hívtak vissza, főleg, hogy még a légkondicionáló is elromlott. Ja, hogy nem is hívtak vissza, tehát igen. Nem is tudták visszakapcsolni egy egész napon keresztül az áramot, és a kondi meg hát azután teljesen újra kellett szerelni. És finoman jelezték este, hogy holnap nem kell jönni? Vagy mondták, hogy majd szólunk? Ez igazából olyan volt, hogy minden nap így hívtak, hogyha kellett menni, de többet nem hívtak. Szóval ez jelzésértékű azért. Igen. Vették a lapot, hogy annyira ez nem megy neked. Igen, egy kicsit túl buzgó voltam, úgy tűnik nekik. Nem baj. De a postán már ügyes vagy? Ott már ügyesen vagyok, ott nem kell csipogókat keresni, meg loposokat hajt kurászni, szóval. Csak az a sok rohadt boríték. Valójában ez egy 4 órás munka, csak te a kurátus vagy, és ezért 8 órás. Igen, nem olyan postán, nem ilyen kirendelték, hanem így egy nagy belső épületben, szóval 8 órában az irodában vagyok. Jó, van, Mirá, kösz, hogy elmondtad, vigyázz magadra. Nagyon köszönöm, szeretnek titeket, imádom a műsort. Köszi, hello. Friss mozdonyvezető jogosítvánnyal első önálló szolgálatom a műszaki hiba miatt elzártam közel 20 percre egy forgalmas vasúti csomópontot a külvilágtól. Zapszám a fenékbe, szerencsére meg lett a hiba, de mindenki engem keresett ez alatt. Ezt Tamás küldte nekünk. Benzinkúton dolgoztam az első napomon, a harmadik tankolás benzin helyett gázolajat tankoltam, persze telitankot kértek, telitank fizetős plusz szervizdíj, nekem kell fizetni, mondta az amúgy se szimpi főnököm, rá kb. Egy órára mobil keréknyomás mérőt véletlenül rájtettem egy hölgy lábára. Kellemetlen volt a szituáció. A főnök ordibált, mondtam neki, hogy nekem ez nem megy, és kiléptem. Körülbelül 3 órát dolgoztam ott. Ati küldte ezt nekünk.
Laza mozdulattal felöktem a főnök kávéját az asztalán, végigfutott az összes ott heverő szerződésen, számlákon, másik helyen kezemben maradt a főnök ajtajának a kilincse, amikor behívott egy fontos tárgyalásra. Hát vannak ilyen jó történetek egyébként. Én az első nap egy költöztető cégnél a kisfőnöknek adtam egy jó nagy tockost, mert nem akar dolgozni, és rohadtul be sem mutatkozott. Nem tudtam, hogy ki ő. Ez a legszebb a főnököt, érted? Megalápa. Igen. Kisfiam, és te nem fogsz valamit. Szatyi, mondtál, sokáig nem dolgoztam ott. Ez szimpatikus. Lovas edzőként dolgoztam egy lovardában, amikor jött egy új lovászfiú, megmutattam, elmondtam neki, milyen lovat hova tegyen a karámba, ő meg szín alapján csoportosította őket, így kerültek a karámba, a barna a barnával, fehér a fehérre. Képzelhetitek, csődörök a kancákkal, mindenki, mindenki. Izgalmas délelőtt volt, Katta. Hát igen, ott összerakni egy csődört, igen, az szép, egy kancával, az szép. Úszómedence és jacuzzi üzlet első nap, este 9-kor jutott eszembe otthon, hogy a főnököm azt mondta, mielőtt bezárok, zárjam el a vizet, ami egy slagon folyik a 6 köbméteres medencébe. Mire visszatekertem az üzletbe, már bokáig ért a víz. A Niagara vízes, és semmi nem volt ehhez képest, amit láttam. Ezek ilyen tipikus első napok, nem? Izgulsz, elmondták ugyan, de nyilván 50 dolgot nem mondtak. Nem ismer ez a járás. Óriási. De a legjobb ez a főnököt. Engem, nem szeretek, amikor oda kerültem, azóta se szeretnek. De már megszoktam. Írja egy hallgató. Pár napja voltam az új munkahelyemen, és a kollégák elfelejtettek szólni, hogy van egy kolléga, akihez nem szabad hozzáérni, meg akartam vele beszélni egy munkát, oda mentem, és megérintettem a vállát, felugrott, és kiabálni kezdett. Kicsit meglepődtem, azóta nem fogdosom. Azt mondja, hogy 3 napos teherautó jogsival, 0 kilométer rutinnal, 40 tonnás billens teherautóra raktak sofőrnek. Mondjuk az is okos, aki ezt megcsinálta. Már az első utasaroknál romboltam és bontottam. Azóta kinőttem magam, üdv a kölyök. Ezt is SMS-ben kaptuk, köszönjük szépen. Aztán azt nézem, hogy van valaki, akinek egy tűttettek a kávéjába, annyira utálták az első nap, az is nagyon kemény. Vagy mi az, amivel így összefogod a lapokat, tudod, amivel így összetűzöd? Gémkapocs, igen, azt tettek a kávéjába, annyira utálták, igen. Én elaludtam egy raklapon az első munkahelyem, amikor felébredtem, nem ott voltam, ahol elaludtam. A kollégáktól nem mertem megkérdezni, hogy mi történt, csak később mesélték el, hogy kerültem fel 5 méter magasba. Egyébként fölnyomták izével. Mi ez, targoncával? Simán lehet, hogy felrakták. Engem. Elaludták is könnyen. Az első munkanapomon reggel 5.30-kor felhívtam a főnökömet, hogy hányra kell mennem. A válasz, amikorra akarok, de többször őt ne hívjam. Vége lett. Vége lett a történetnek. Írja nekünk egy hallgató, igen. A férjem lecsúszott sliccel ment körbe bemutatkozni és bejárni a terepet. Az utolsó irodában körülbelül 30 ember után a fülébe súgta valaki, hogy túl nyitott az első naphoz. Mekkora duma, nem? Leharagudj, Gábor, egy picit. Túl nyitott vagy az első naphoz. Na jó, köszönjük az SMS-eket. Hát igen, az első nap a munkahelyen az nem egy egyszerű élethelyzet. Mi pedig játszunk, már is, hármas ugrást valakivel. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló! Magamat kikapcsolom, úgy nehéz. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Huha! Csajos napunk van, de most egy kemény hölgy jött. Kata, hello Kata! Sziasztok, Kata vagyok. Honnan hívtál minket, Kata? Érdről. Érdről? Mit csinálsz ott Érdem? Én itt Érdben jelenleg most Gyesen vagyok a kisfiammal, aki 2,5 éves lesz a nyáron. Hogy hívják? Zsombor. Zsombor, a kis Zsombor. De milyen meggyőzően tudom mondani, a nem, hogy Zsombor. A kis Zsombor, hát nézd, de aranyos a kis Zsombor. És tavaly még mennyivel fiatalabb volt. Hát tudod, a legnagyobb közé. Igen, mennyit nőtt egy év alatt. Blöfök, amiket nem lehet mellé lőni. Igen, jaj, de aranyos ez a gyerek, igen. Ha, és te egyébként mivel foglalkozol, Kata? Én banki ügyintéző voltam egy magyarországi pénzintézetnél. És most élvezem az itthonlétet, és még továbbra is élvezem, mivel nyáron érkezik a kis tesó. Kis Zsombor tesója, aki fiatalabb lesz nála. Hogy hívják majd őt? Hogy hívják majd őt? Ő Gergő lesz. A kis Gergő. Aha, mind a ketten fiú. A kis Gergő, milyen aranyos. Van első nap a munkahelyen történeted? Volt neked ilyen? Igen, volt. Egy pénzváltóban dolgoztam. És az első munkanapomon kopogtatott egy 2 szekrényes kigyúrt emberke, hogy jött a pénzért, amivel tartozik a főnökem.
Úgyhogy kicsit összeférve magam, úgy gondoltam, hogy köszönöm szépen, ez így nekem elég volt. De ott elültél egy ilyen kis üveg kalitkában, nem? Oda nem tud bemenni, vagy be tud menni? Nem hiszem, hogy be tudott volna jönni, csak volt benne egy kis izomerő, hogyha akart volna, akkor bejön. És mondtad, hogy egy nap köszönöm szépen, te ezt nem csináld, és abba is hagytad? Igen, igen. Aha. Na jó, van. Milyenek a kérdések, Jani? Nehezek. Ezt szeretem benne. Nehezek. Hogy kemény vagy. Mehetünk? Mehetünk, igen. Így szól az első kérdés. Figyelj, Kata, hogy hívják az Oszter Sándor által megformált szereplőt az Argó című filmben? Teljes ember? Igen. Ügyes vagy. Láttad az első részt, vagy esetleg már a másodikat is? Még a másodikat nem. Másodikat nem. Menjünk tovább? Menjünk. Melyik az Egyesült Államok leghosszabb folyója? Egy kis gondolkodást kérek. Az biztos nem kapsz. Zsombor, kérdezd meg. Zsombi. Zsombi reggelizik, de most nem tudom. Reggelizik? Mi a menü? Balmel. Két és fél évesen. Két és fél évesen már kicsit. Nekem van olyan ismerősöm. Aki 7 évesen jó, is. Jó, bocsánat. Ne induljunk ki az ismerőseimből. 45 vagyok, de még mindig rákéreckedve. Igen, csak már nem ebben a szándékban. Tehát 2,5 évesen már ritkán a Balmel a reggeli, de értem én ezt az elhivatottságot, ami van benned. Ez a Mississippi lett volna. Itt vagy? Itt vagyok. Mondtam a végén, hogy Mississippi, csak vártam a reggeliző sztorinak a végét. Akkor fogadjuk el, becsúszott? Mondjatok valami! Puha! Hát most... Hát... Na! Hát akkor igen, nem, az lement, elején legyek mindig. Lement, a... Mondjatok valami! Lement a drrr, és a drrr egyből, de az egyszerre volt a drrr és Mississippi. Igen. És te csak azért vártál, mert a reggeliző sztori a Mel sztori. Mert udvarias voltál. Aha, tehát a Mel sztoriban nem szólt. Igen, nem azért, mert nem tudtad, hanem mert udvarias vagy. Érdekelt a Janinak a reggelizési szokása. Megállsz, vagy nem? Minden reggel, reggel ugyanaz. Igen. Jó, elfogadjuk, de akkor tovább kell menned a harmadikra. Nagyon nehéz. Én pont úgy csináltam, hogy elfogadjuk, de nem mehet tovább a harmadikra. Mi az, hogy elfogadod, de tovább kell menned, tehát abban mi a jó, és akkor megnyeri, és akkor mi a deal benne? Hát az nem biztos, hogy megnyeri. Tartsa meg, és köszönjük egymásra. Tartsa meg, igen? És nem mehet tovább a harmadikra. De nem, hát akkor odaadtuk az ajcsit. De vagyunk annyira szigorúak. Na jó, de így meg megvan a lehetőség, hogy még... Hogy a legértékesebbet is elvigye. Hogy a legértékesebbet is elviszi. De hát, vagy elbukja az egészet. Hány kvíz műsorod volt neked, te Feri? Hát de a dramaturgiailag... Vagy elbukja az egészet. Adsz még miért egy lehetőséget. Adsz még túl sikeres volt, már nem bírták feldolgozni. Annyira kiugrott a görbe, hogy azt mondták, ez mondjuk akkor veszélyes. Azért más nézettségiatoknak örültek még annak idején, még bizonyám. Most. Tehát, figyelj, jó az a deal neked, hogy megállsz, de nem mehetsz tovább? Jó lesz, igen. Vagy az, hogy tovább mész, de... Mindegy, nincs ebben ennyi. Vagy pedig legyen mondjuk azt, hogy gyerekek, nincs ebben ennyi. Állj meg, Kata, jó, az a nem bűnt itt, de akkor ez egy deal, hogy te megállsz, mi odaadjuk, aranyosak vagyunk, viszont nem mehetsz tovább, oké? Okay? Jó, rendben, köszönöm szépen. Ahogy te örülsz, ugyanúgy vagy bizony. Szomorú. Köszi, Kata, vigyázz magadra. Mennyi élmény lehet a kis srácnak, zsombinak otthon. Picit örülsz azért? Egy nagyon picit? Persze, örülök, nagyon nem. Jó van, rá, hogy aztán itt óriási tombolásba kezdjék. Köszi a játékot, csáó, puszi. Köszönöm, ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Örült. Nagyon. Lehet, hogy most letette, és ez az! Nem, Peri, biztos, nem. Hogy nem. Egy perc pontosan 9 óra jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 9:40 lesz, pontosan egy perc van, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jaj, hát milyen mocskos dolgok hangzanak itt el, bárcsak egyszer bekapcsolhatnánk azt a bizonyos utolsó adás. Mikrofont, és tessék? Az utolsó adásunk legendás lesz. Hát, ezt mondjuk, ha nekünk lesz utolsó adásunk, nem fogjuk tudni, hogy az az utolsó. Akkor csináljuk. Hidd el, hogy nem fognak szólni, hanem baj, csak délután, hogy már másnap nem kell jönni. Mi azt azért nem adja meg nekünk egyik rádió se, bárhol dolgoznánk, ha az utolsó lenne, hogy persze, fiúk, az utolsó adás, hiszen holnap már nem kellettek. De ma még azt csináltok, amit akartok, húzzatok bele. Nyilván, ez sajnos nem életszerű. Szerintem simán meg tudjuk csinálni. Én annyira el tudom kérdezni, hogy eltorlasz
passzoljuk itt a stúdiónak az ajtaját, nem engedünk be senkit, semmit. Kintről úgyse lehet lekapcsolni a rádiót. Gyula, most tudod, hogy melyik gomb mit jelent. Szemét vagy. A Gyula a legjobb a szakmában. Persze, nyilvánvalóan csak tréfálok. És akkor tényleg, ami a csövön kifér. Mondatok ezzel, mondjuk egyikünk sem fog dolgozni a médiában sehol. Hát az úgy lehet tényleg utolsó, hogy 50 évesek vagyunk, eldöntjük, megelégettünk, kiégtünk, és azt mondjuk, hogy jó gyerekek, na, toljunk egyet, és mi tesszük utolsóvá magunknak. Akkor egy őszintét. Na. És akkor egy nagyon őszintét, hát igen, szerintem lennének, akik élveznék. Szerintem. Biztos, igen. Lenne nevetés. Megállna. Igen, illetve utána pára már megvárnának minket itt a bejárat előtt. 3% az, ami átjön így a mikrofonban, amit mi tolunk itt megszólások között. Tehát annak körülbelül tényleg 3%-a jön. De hát nyilván persze más, hogy beszélni az ember. Akkor, ha nincs bekapcsolva a mikrofon, sőt, hát nyilván mindenki máshogy beszél, ha hallják és ha nem hallják, nem, de ez akár egy munkahelyre levetítve is, hát ott is, ha nincs bent az a kollégád, akiről, ahogy, és akkor kimegy, mit tudom én, hát itt is szörnyű dolgok történnek. Peti kiment. Na, azt mondja, hogy nézzük a hallgatóink SMS-eit, hogy mit írnak, mi a helyzet az utakon. Trafi a 26-os főúton a Bémnél, ezt Gőte küldte nekünk. Jó reggelt, nem elég a szokásos dugóbaleset is van a Szentendrei úton, a Kagylós kút után, SMS-ben kaptuk, köszönjük szépen, a Gubacsi úton kis hián karamboloztak, ezt Carlos küldte nekünk, akkor ez azt jelenti, hogy nincs komolyabb baj. Ócsai út, Némedi felé, a raklaposnál keresztben áll egy török kamion, ami el is akadt, üzente nekünk Mocskos úr, valamint az ürömi lámpa sorvége a Madaras Tesco-nál, gyerekek, atyaisten. Az kemény. Az szép. 10-es? Hát annyi nincs, de hosszú, 5-60. Igen, az ürömi körfogunk, de ahogy kiérsz a... Mostan igaz, egy szép-szép kanyar. Pedig már május van, és azt ígérték, hogy júliusba kész van. Igen, mostanra ígérték. Majd van, egy hónap van, megint ráfírtatunk, hogy mi a helyzet. Farád után baleset, kamion és személy autó ment egymásba, vigyázom mindenki, és a 8-as úton Csór és Fehérvár között baleset, szintén autó az árokban, tűzoltók már kint vannak. Zoza írta nekünk, köszönjük szépen. Mi pedig sokszor mondtuk, talán lehet, hogy kicsit unjátok is, de ne haragudjatok, ezért nekünk fontos, és talán vannak, akik ezt még nem biztos, hogy hallották, mert mondjuk csak pénteken tudnak bennünket hallgatni. Sopron, Deák tér, holnap után kezdődik a nagy országjáró Morning Show Tourné, úgy mondom, inkább egy hétfőn. Miért állítom magam ilyen fölösleges kívások elé, nem? Holnap után, 38 és fél óra múlva. De nem, most ne legyél szerintem, a választékosság mestere vagy. Nagy nap előtt. Hát igen, bárcsak az lenni. Szóval, hogy Sopronban kezdünk május 11-én a Deák téren, aztán Kecskemét Deák tér, Bajatót, Kálmán tér, Salgótarján főtér és Budapest, Árkád, üzletház, méghozzá Fehérúti bejárat, egy hét múlva leszünk pontosan Budapesten újra. Hosszú idő után egyébként. Na, mi a helyzet a sütinkkel? Mi a helyzet a sütinkkel? Ezt akarom kérdezni, ugye kora reggel volt egy tesztünk, amit elindítottunk, becsületkasszás árulást nyitottunk, lehet mondani? Lehet, árulást lehet mondani, én magam is így magam. Igen, hogyha nagyon gondolkoznék, akkor árulást lehet. Dobjatok még százas, aztán döfjetek. Igen, jó. Azt hiszem, picit most fogytam el. Picit átadom. Picit iszom még egy kávét. A becsület kassza, a rendszerét fogalmat ne áruljátok el soha. Igen, szóval, igen, hogy is van ez? Szóval, hogy felállítottunk egy árulási együtthatat. Egy helyet, ahol sütit árultunk. Becsület kassza alapon. Nagyon ugye? Szép cipős dobozunk van, ez kivágva rajta a cetli, hogy 100 forint a becsületkasszás süti, és mindemellett, bármilyen meglepő, még süti is volt hozzá. Volt hozzá, ugye? Rá egy ilyen bögre tésztás, mákos, almás, répás, borsós. Ezek nem voltak benne, de nem érdekes. Nem egy nagy szám. Nem volt semmi, hagyja a francba, minden, amit találsz otthon, őrjöd össze. Fél kiló zizi. Minden volt benne, egyébként a süti tényleg jó volt, hogy nem azért egy kétszeret lecsúszott, mielőtt elindítottuk ezt a nagyon fontos kísérletet. És kiraktuk, és hát jöttek, vitték. Mi az eredmény? Van-e persejünk? Megszámoltuk, hogy hány szelet van. 100 forintért adtuk a szeletet. Tudunk-e már egy reprezentatív közvéleménykutatási eredményt mondani, elárulni, mire jutottunk? Nem. Miért nem? Ahhoz mert nem 10 000 sütit kellett volna sütni. Igen, kevésbé reprezentatív. Miért nem? Mert ellopták a széket, a tálcát, a sütit és a kasszát. Egyébként minden jó volt. 12 sütit tettünk ki, 12 szeletet. Fogalmam nincs, a lányok most szaladtak ki megnézni, hogy megvan-e még A, B, megvan-e a tartója, illetve a kassa.
Láttunk azért érdekes jeleneteket. Egy bácsi követte a kasszát egyik oldalról a másikra, beült a kocsiába, visszapillantó. Vagy a süteményt. Nem tudjuk, hogy a kettő közül melyik volt számára szimpatikus. Nem mondjuk... Kicsit tényleg elfáradt. Egy kicsit a bácsi ráebült a keset. A bácsi kicsit, jó, legyünk egy kicsit jobb indulatúak. A bácsi lehet, hogy a süteményt követte. Így van. A tészéje ott keringett a véntolva. Ezt hívják torzításnak. Az exit poll eredmények egy kicsit torzítunk el a pillanatban. Szóval, hogy hát nem biztos, hogy a kasszát kerülgette. Nézte a sütit, nem mert belőle venni, oda ment, beült az autójába, figyelte a visszapillantó tükörből, áthoztuk a sütit a másik oldalra, jött a süti után, nem tudom, hogy ő vette belőle. Volt idős néni, aki elment mellette, aztán ő is betett. Volt kettő... Két hajléktalan, aki egyébként tett be pénzt, úgyhogy szerintem helyt álltak. Nem azt mondom, hogy a hallgatóink, hanem a magyar emberek a becsületkasszás rendszerben, mert hogy nem tűnt el semmi. Nagyon korrektül álltak hozzá. Hát egyébként pont a két hajléktalan esetében tudjuk azt mondani, hogy szinte 100%, hogy nem olvasták. Illetve nem hallották, nem olvasták a Facebook posztokat, és nem hallották a rádióban sem, hogy miről van szó. Ők kiszúrták a süteményes tálcát, oda mentek, tök korrekt módon fizettek, és elvették a sütiket, és elmentek. Ráadásul először az egyik jött, csak ő vett egy sütit, és utána szólt a haverjának. Igen, azt hallottuk így messziről, hogy nem is most meg. Hát igen, pontosan ezt mondta. Na. Ülőúti választókerület, 2 perc, tessék. Igen. Való György leszek, jó? Ponyicki, 2 perc. Tessék. Igen. 2 szelet maradt meg, nem tippelek, hát látom, hogy 2. De pénz, ugye 2 szelet maradt meg, tehát mennyinek kellene legyen az ahhozba. 10 000 forint. Nagyon jó vagy matekból. Tessék. 30 másodperc. 800. 800 van benne. Én azt mondom, hogy 1000. Ja. Én azt mondom, hogy aki megadták az 1000-et. Az embereket kórházba kell vinni, miért mi az? Egy házbetegeknek, de ez most érdekes, igen. Azt hittem, már kivetted a részedet. 800. Igen. Na. Meg tudja mondani, mikor szárunk le? Nem, satszolni tud 3 óra múlva. Kb. 3 óra múlva tud satszolni, igen. Jó, én 800-at mondom. Te? Na jó. Én szerintem 1002. Tehát, többet hogy adtak. Lenne? 10, 100. Mert többet adtak, érted? Van, aki bedobott 200-at. Szerintem igen. Jó, na, jó felvetés. Nagyon jó a felvetés. Jó, tehát, hogy többet szerintem raktak több be, tehát egy 10 darab süti ment el, 1000 forintnak kéne benne lennie, de többet raktak be. Oké, okay, Feri? Ezres. Mennyi az annyi? Mi? Nulla. Ne hülyítsetek már. 10 perc elloptak. Ne hülyítsetek. De... Óriás forintos, nem áll. A doboz üres. De felvettük, üres. Mert hogy videó is készült, pont azt éreztem. Ebben reménykedünk. Ellopták. És a sütit ott hagyta. Igen, 2 süti maradt, és a pénz nincs meg. Én tudtam, hogy ez lesz. Büszke vagyok erre az országra. De várjál. Tudtam, hogy ez lesz, és azt mondtátok, hogy én milyen negatív vagyok, hogy ez nem egy ilyen ország. Persze, ne általánosítsuk, nem mindenki ilyen. De gyerekek. Sajnos. Kilopták a dobozból a pénzt. Egyébként de nekem sokáig beletették, akkor a tarpajság. Bele a pénzt, és tényleg láttuk, hogy... De nem lehet, hogy nem. Valaki belevett a sütibe, és ez volt a bosszú? Nem lehet nagyon szar. Hát most... Nem már. Jó, őszinte gyerekek, dolgozunk már egy ideje. Ki hozta ide a rokonát? Tényleg, legalább egymásnél vágjuk át. Kinek az ismerőse repült rá a kasszára, mondjuk el egymásnak. Léci. Picit megölte ez a bulit, igen. Elvitték, de 600 forint volt benne, és 10 szelet hiányzott. De 6-ot még. De hát a 600 forint se túl jó eredmény 10 szeletnél, ha 100 forint, annyit és láttunk. Annyit láttunk. De utána még gyűlt. Utána még azért dőltek az ezresek, és elvitték az egészet. Tényleg már. De végig videózott a Peti, nem vette föl? Rajta van, akkor visszanézzük. Ez lesz érdekes. Titus. Dehogy is. Vedd belőle 2 fánkot. A belételek nem hozzá menek. Ja. Lajon. De lehet, hogy itt volt a környék. Itt volt a főnök. Itt volt a főnök, és lecsapott a dobozra. Hát gyerek, rohadjon meg szomorú. 600 forintot ellopni. De tényleg. Vagy 8, tök mindegy, vagy ezres is. Én kicsit örülök, de unalmas lett volna, mennyi van a kasszám a 3000 forint, és mennyi ment el az összes, hú, de jó, tök jó, ellopták. De nem lehet, hogy valaki idejön, rá van írva, hogy becsület, becsület kassza. A kasszát értette, a becsület volt az idegen szó. Ebből az idegen szó nem a kassza volt, hanem a becsület. De fura ez a teszádból.
Hát de ki van írva? De figyelj, lehet egyébként, hogy azt csinálta, hogy most komolyan, hogy elvette a pénzt, és még lehet, hogy egy sütit is vitt magával. Mert hogy valószínűleg ez lehetett az álca. Ha én csinálom, sütit, akkor ezt én így csinálom. Tudod mit? Akkor akadjon a torkodon az a szar moslik. Nem moslik, jó, tudod, a csak ezek indulatszabak, tudod, jönnek az eset miatt. Jó, érdem, hogy rám vagy ma állva, de azért nem kell lemoslékozni. Jó a süti. Mutasd. Tényleg jó egyébként, én kettőt betoltam. Igaz, nem is lehetett 12. Igaz, hogy azóta négyszer kellett kuporodnom a folyamatra. De milyen jó átmosott, mi? Tényleg jó. És elvitték az egészet gyerekek. Hát, ez a teszt, ez volt a teszt, megcsináltuk. Nem. Megcsináltuk. Nem, ez nem történhetett meg. Nem, figyelj, én nem hiszem el, basszus, hogy ennek ez a vége. Én picit meglepődtem volna, aztán... ha ez egy ilyen nagyon fancy, nagyon jó, nagyon pink, nagyon, nagyon jóló, nagyon, nagyon minden, hogy ilyen... Jóló? Hogy így berakjuk, és ott a pénz, és mindenki nem boldog. Tehát ez tök jó. Szívét, lelkét beleteszi. Hánykor keltél miatt? Tegnap este volt. Nem, le se feküdtem. De mit akarok mondani? Mi erre a sütire fölkelt előbb kelled, azért ne túlozzál. Miért most hazamegyek pókjárásba, és makkal megcsinálom. Tudom, azt már nagyon várom, hogy egyszer hozol egy makkos sütit. Hazamegyek, makkal megcsinálom. Nagyon megnézem, hogy mi volt a tegnapi menü a kórhelyben. És kirele rakva, az meg, hogy ott a posztolod, áll a pincér a tábla mellett, a mai speckó. Hogy, na, figyeljetek, srácok. Igen, valaki azt, nem 600, hanem 1000 forint volt benne kösz a pénz. Hát igen. Bali, csörges meg a zsebet, becsületesen megfújtad. Gyerekek, jó helyen van. Várjál. Na jó, oké, ezt a témát lezártuk. Gyerekek, hát ez a szomorú valóság. Eltűnt a becsület kasszánk, és elvitték belőle a pénzt. Ráadásul úgy, hogy a dobozt meghagyta, a sütit meghagyta, a tárcát meghagyta, az, belemarkolt, elrakta, és elment. Sajnos. Figyeljetek, van két szelet sütünk, egyenként 500 forintnél, hogy pénzünknél legyünk. Miért nem lepődöm én ezen meg? És nem azt mondom, hogy szabad átásítani, én nem azt mondom, hogy ez az ország ilyen, én nem azt mondom, hogy ez egy általánosan elmondható erkölcsi mentális állapot, de én nem lepődöm meg ezen, hogy azért ezt elvitték, sőt, szerintem ez a pénz egész sokáig bírta. Oké. Nézzük egy kicsit más szemszögből ezt a dolgot, és akkor szerintem megnyugtató a végeredmény. Mégpedig az, hogy egy csomóan becsületesek voltak, elvették a sütit, fizettek, és volt egyetlen ember a 10-ből mondjuk, aki viszont nem volt becsületes. Csak ezt a becsületes, az arányokat én nézzük, üzemeltetem, és hétvégén kimegyek, megnézem, mennyi jött össze a kis leszedett barackomból, azért akkor jó, az arányok nem segítenek. 9 becsületes az országban. De az arányok nem segítenek rajta. Illetve az, hogy a pénzt elvitte, tök jó fej, mert nem vitte el a sütistálat. Azt mondjuk igaz. Nem lehet, hogy kivonult a nap, azt írják itt SMS-ben, és vitték. Tényleg jöttek. És jöttek, igen. Na, egy másik jó hír szeretnék veletek közölni. Mi maradt itt akkor ez a kétszeret, az a 27% áfon? Egyébként, sőt, azt meghagyták nekünk. Miért nem azt vittétek? Igen. Valaki írja, srácok, a műtét sikerült, a beteg meghalt. Egyébként igen, ez egy fontos mondat, de valóban így van. Én picit nem lepődöm ezen meg. Olvastátok, hogy egy nagy kedvencem látogat el a Harley Fesztiválra? Harley-ra? Limál. Hogy kerül oda? Nem, csak el akartam nekem mondani, annyit ekésztük őket, és annyit bántottuk őket, hogy jönnek, és most lehetne egy ilyen Istenem nagy bocsánatkérést csinálni. Jön a Europe zenekar. Ja, azt hittem Boy George. Boy George. Akiről azt szoktad mondani, hogy egyetlen egy használható daruk van. Egy Europe dalt hallottál az összes óriási dalt. Jön a Europe. Futás, ezt minden rocker tudja egyébként, az óriási lukrafutás minden egyes alkalommal Balástól. Nagyon-nagyon jó. A Europe az gyakorlatilag nem a múlt, a jelen. Ez egy iszonyatosan jó zenekar még mindig. Régen kerültem ilyen nosztalgikus hangulatban, mint amikor elolvastam, hogy a Europe jön Magyarországra, még szerintem tényleg egy dalt hallottál tőlük, az összeset hallottál. Na, erről beszéltem meg. Kettő, az nem sok, annyi sláger nem tudnék a Europe-tól mondani, de ez az én hiányosságom. Tehát van azért egy-kettő. Mint a Kerry, ugye? Az volt még a nagy lírikus. Igen, a Kerry és a Final Countdown volt a másik. De hogy jön a Europe, hogy nem szervezünk rá valamit, vagy nem megyünk el hozzájuk egy ilyen kis latex torragatyában. Ők ezen már túl vannak. Ja? Tehát, hogy az a múlt, amiről te beszélsz, a jelen, az egy nagyon konszolidált, kicsit blúzos hatású hard rock zenekar, aki abszolút aktuális, nagyon patent, nagyon jól néznek ki, még mindig, tehát, hogy a korukat meghazatolóan, ők igazi, olyan értelemben igazi rockstárok, akik oda is figyelnek magukra, és nem tolják talicskával a hasukat maguk előtt, tehát, hogy nem ez a lelakott, elmúlt, lejárt lemez kategória, mind a mai napig aktuális rockbandáról tehát, van ha szó. Te a fehér sportcipő, méhecskenadrág, feltupírozott hajkombódat raknád össze, akkor már nem de kell. Ezt, de várj, ezt mi nem akarjuk.
akarjuk, hogy ez ne így történjen. Csak kellemetlenül néznének rám, ha én így mennék el a Európa találkozni, és én nagyon nagy tűnéről. Hello, Joey, ki ez? Még nagy zenészek vannak a Euróban, azért azt én aláírom. Tehát a Európ gitárosa azért óriás tehetség, nem? Így van. Tehát ő azért egy nagy zenész. Nagyon jó. Nem? Hát az klasszikus volt a gitárszóló a végső visszaszámlálásban. Csak ez a keresztjük, ez a, ezt kell. Ezt, hogy van, hogyha nagy slágered van, az elején játszod el, és utána elmegy a közönség, vagy a végére hagyod, és akkor a közönség az elején unatkozik. Mi van, és egy nagy slágered van? Még a Európnak van több is egyébként nyilván. Van, persze. Hol tolják el? A végén valószínű, végét. Nem? A színpadon. Figyeljetek, szerintem akkor lesz a baj egyébként, amikor azok mennek ki, akik a Carrie-re meg a Final Countdown-ra várnak. Tehát biztos, hogy elnyomják. Hát igen, kénytelenek valahol, mert azért mondjuk így a Harvey Fesztivál azért nagyon sokan mennek el nosztalgiázni, és korábban is volt egy-két olyan régi nagy banda, akiknek nyilván a best of slágereikért mentek ki a motorosok, de a Europe-nál azért van ott egy-két nagyon jó nóta is, amik rögtön ható nóták, tehát olyan dolgok, olyan nóták, még nem feltétlenül ismeri őket. Az ember, aki mondjuk, akiknél beragadt ez az időszak. Tök jó. Mondtam már, hogy ezem a zenebuti? Mi? Mondtam már, hogy ez a műsorom a zenebuti? Hát, ha a zenebutik lenne, akkor nem látnál a buxustól. Hát, én élő adás, varázsa. Írt a Dobai nem közben, csak azért hallgattam el a Hárlinak a szervezője, hogy összehozna bennünket a Európa szívesen. Már úgy értem, hogy egy meet and greet-re. Nyilván. Nem más. Többet én sem gondoltam bele, igen, de... Akkor mondani akartam, hogy ez az ember is már mindenben benne van. Csak hogy... Hogy lenne egy meet and greet, és hogy elmegyünk el, akarunk-e Európpal találkozni. Ki a legnagyobb Európa rajongó közülünk? Hát kicsoda! Én nagyon nagy Európa rajongó vagyok. Én mindig éreztem egyfajta elfolytást abból, ahogy támadod őket. azért támadom őket, mert igen. Alapjában a tudatalattim közben nagyon vonzódik hozzájuk, és valahol a lelkem én nagy Európa rajongó vagyok. Erre igen. Gondolsz? Uh-huh. Pontosan erről van szó. És ahogy belépsz a szobába, akkor azonnal hasra veted magad, és átöleled a lábukat, hogy végre! Uh-huh. Csak írja, jó fej volt, írt, hogy így, ha akarunk, akkor tudunk velük találkozni, elintézni. Mindig, ahogy támadod őket, nekem mindig beugrik az amerikai szépségből a nyugdíjas katonatiszt, aki aztán lesmárolja Kevin Spacey-t, mert van egy nagyon komoly elfolytás benne, és aztán a végén csak megmutatja az igazi arcát. Tehát szerintem te nagyon szereted a Európot. Valószínűleg az lehet, hogy otthon nyilván fülessel, meg lenne a pincébe, meg mit csinálsz szívem? Semmi. It's a final countdown. Én az a európai rajongó vagyok, aki például, ha vezet, és ez a dal megy a rádióban valahol, mert azt hiszem, hogy ezt nem játsszuk, akkor, és majd kapcsolgatok a rádió között, és ezt meghallgatom, akkor én ezt felhangosítom. Ez nagyon jó szám. És akkor letekerem az ablakot, és úgy nagyon megyek. Aha, és visszalassítasz 180-ra. Nem, akkor úgy megyek. És úgy benyém a világ, és Európot hallgatok. Ez elég ahhoz, hogy az ember találkozzon a Európpal, vagy ahhoz egy kicsit azért több kell, hogy egy ilyen meet and greet. Akkor te ezzel pont ugyanúgy vagy, mint mondjuk Feri Totó Kutunyóval. Nem, szerintem én úgy vagyok vele, mint ahogy a Európpal a magyarok 99%-a, hogy erre az egy darra nagyon megy. Nem? Hát most a Zsűlt, ha addig csikizném, amíg nem mond még három Európ slágert, abba belehalna. Hát én azért már kaptam rajta a Zsűlt, ahogy ott a Kerit hallgat, és közben simogattam be a Bibot. Na, nagyon drága az Attila, csak azon gondolkozom, hogy ha mi ilyen lehetőséget kapunk, akkor egyrészt, ha mi akarunk, akkor ezzel tudunk külön élni, csak most remélem nem érti félre, vagy lehet, hogy mi rácsörgünk, hogy nehogy félreértse. Hogy három-hárminak jobban örülni. Egyrészt küldje már egy Bobbert, mert szeretnék motorozni, és jó lenne meglepni egy Harley-vel. Nem, csak az ilyen felajánlásoknál én azon kezdek el azonnal gondolkodni, hogy oké, persze most elkezdtünk erről spontán beszélgetni, ő hallgat minket valószínű valahol, de hogy akkor ez gyorsan, ha lehetőségünk van rá, és ő emiatt nem haragszik meg, mi lenne, ha valakinek, aki valójában Európa rajongó, átvasszolnánk. Te úgyis ott vagy, én valószínű ott vagyok, lemegyünk, akarunk velük találkozni, meghallgatjuk a koncertet, mert ugye biztos, hogy lemegyünk, de hogy átdobnánk egy hallgatónak, nem? Ez nem sértődik. Még te felajánlálnál nekem valamit, és én azt mondom, hogy oké, megyek, de mellette hagy vigyek hallgatót, nem lenne baj, nem? Vagy nem sértődnél meg? Nem. Hát, illetve... De. Egy kicsit. Mert te nem jössz el. De nem, mondjuk én is elmegyek. Ja, ha eljössz, akkor mehet. Tehát még megbeszélnénk az Attilával, hogy oké, drága vagy, hallgattál minket, írtál SMS-t, köszönjük. Ha most is hallgatsz, akkor tényleg nagyon drága vagy. De mondjuk engedd meg, hogy vigyünk két hallgatók, akik ilyen Európ tetoválás, nagy haj, fotó a Európpal. Méhecskenadrág, tudjuk. Méhecskenadrág, nagy nyelvű Adidas tornacipő, és mondjuk gyerekkoruk óta Európa rajongó. De ez nem úgy van, hogy a Európa jön, és azt mondja, hogy oké, a meet and greet, de három embernek oké. És akkor már nem tud bejönni öt.
Na? Hogy micsoda? Mit mondtál? Hát, hogy a Europe kiköti a szerződésben, hogy oké, a Meet and Greet három emberrel. Ezt adta most nekünk ide az Attila. Igen? És mi azt mondjuk, hogy még kettőt viszünk. A Europe meg azt mondja, hogy nem hoztak. Na, akkor ki fog kimaradni? Hát? Mi a Janival, és csak te mész be a két hallgatóval? Hát a Jani eleve gyereknek számít. Teszünk egy cumit a szájába, megfogom a kezét, kap egy cumis üveget. Nem személy? Teszünk bele félig kamilla teát, és nagyon gügyös. Tinta ceruzával fölvigyáltok átomra, hogy Joey és egy szívet köré, szerintem még meg is puszilgatják a kis poci. Megkapod a Benny egy plüsmaciát, és bejössz velem kézen fogva. Te már eleve félárus jegy vagy. Szerintem sima ügy. Abszolút. Adjuk át ezt hallgatók. Hívjuk fel az Attilát, Anna, csörög már eléci, hogy nem. De mi van, ha kifejezetten minket akarnak, mert meglátnak ott minket az elsősorban a Kerry alatt a három öngyújtóval. És azt mondják, hogy jöjjön az ott, az a pánsíp grup. Nem, tényleg csak, ha már volt ilyen, de nem akarom megbántani, de hát, ha van olyan rajongónk, aki élete nagy álma az, hogy találkozzon a Európával, nem? Biztos, hogy van ilyen, hát imádják őket. Na, mi van? Fel tudjuk hívni, Anna? Ja, bentről kell? Bűntről? Mi? Ezt nem ezt akartam mondani. Ne látod ilyeneket csinálok? Látod ilyeneket csinálok? Kezd nagyon fura lenni ez a dolog. Hogy egyszer csak azt mondom, hogy bűntről, és nem akartam azt mondani. És ezt egész nap csinálom. Gábor, ha itt lenne, Tóth Gábor biztos mondani, hogy milyen ásványanyag hiányzik a szervezetedben most ebben a pillanatban. Drága hallgatók, írjátok meg, hogy... Hogy akartok egy... Hogy ezt most egy kicsit értetek, csináljuk. Na. A hívott mobiltelefon kapcsolásáig kis türelmét kérjük. Ó, de kedves vagy. Hát attól függ, hogy meddig van a július közepe. Halló! Hello Balázs, ciao, hello Ati, hello! Szia. Jó reggelt, hello! Ali. Hello, figyelj, drága vagy, hogy minket hallgatsz, köszi az SMS-t, én ezt most ilyen teljesen megbeszéletlenül, ugye nagyon rondán mondjam, úgy ajánlottam föl hallgatóknak, hogy mi is elmegyünk, és köszönjük a meghívást, de lehetne egy olyat csinálni, hogy esetleg mondjuk fogunk egy hallgatót, két hallgatót, és elviszük őket is, és akkor rajtunk kívül valaki olyan találkozik a Európa, aki valójában nagyon-nagyon kedveli őket, mert hogy mi is, csak hogy talán vannak hallgatók, akik még jobban. Erre van lehetőség? Vagy ez ilyen nagyon fix? Természetesen meg tudjuk csinálni, hát ilyen módon akkor neked a lemezedet, amit 9. szülinapodra kaptál a azt én aláíratom. Ja, hogy akkor én nem jutok be, csak elviszed a kis lemezemet. Jó. De beküldök nekik egy rossz lemez. Hát van a humorérzékünk. Hát van a humorérzékünk, igen. Igen. Melós volt őket leszervezni? Hát végül is igen, de nagyon szívesen jöttek, és most egy ilyen elég nagy turném vannak, hogyha megnézitek itt a turszítjüket, akkor látszik, hogy Amerikától végig Ausztrálián át Londonba játszok mindenhol, tehát, és itt a Kelet-Európában is van még két koncertjük, úgyhogy nagyon aktívak. Nem beszél arról, hogy most jelent meg egy új lemezünk, a War of the Kings. Tényleg? Az most tavasszal, úgyhogy... Nem igaz, hogy csak egy számunk van. Én mondom csak róluk egyébként, de hát ők azért egy nagy zenekar. A Final Countdown-os időszakokat kifejezetten nem szerettem. Soha nem szeretem az ilyen hajbandákat. Az utóbbi 2-3 évben olyan lemezeket, vagy inkább 5 évben olyan lemezeket adnak ki, hogy szenzációsak, és tényleg egy nagyon komoly hard rock zenekarra váltak. Amúgy sem voltak korábban se rockzenészek, csak kicsit hatásodás volt a zenéjük. És a nehézséget mi okozta, hogy nem volt meg a telefonszámok, és eleinte levelet írtál? Dear Europe. Igen. Nem, hát alapvetően a Gázi, mert az, ami tulajdonképpen náluk is a legfontosabb, hogyha megfelelő összeget felajánlok neki, akkor jönnek, és érdekes módon ajánlani kell, és nem ők mondanak valamit. Tényleg? Tehát te mondasz valamit, hogy ennyit gondolsz, és akkor azt ők vagy elfogadják, vagy nem? Azt gondolná az ember, hogy ilyen profi működő. Van egy ilyen, így van, tehát akkor van egy ilyen. Nem rossz, hogy mennyit ér meg neked az ember. Így van. Igen, és akkor ők visszaérnek, hogy euró, te visszaérsz forint, ők meg visszaérnek, hogy anny. Igen, nem mindegy, hogy milyen összegben adod meg, igen. De hát ebben az, benne, hogy az ember túllő, és akkor viszont és akkor örülnek. Jó, hány hallgató lehet? 2? Hát, 3? Szerintem 3 lehet nyugodtan. 3 vagy 4, ahogy gondoljátok. Akkor 4. Jó. 4, jó, legyen 4. Jó, nagyon sok hallgató ír közben, hogy vannak, akik gyerekkoruk óta egyébként
meg veszekedett Európa rajongók, úgyhogy akkor összeszervezzük ezt. Jó, hányadikán lesz ez pontosan? Hati, tudod? Júni 15. Júni 15. Jó, csak hogy tudjuk, de még addig úgyis beszélünk, meg pontosítunk, csak hogy tudjuk. Így van, június második hétvégéje pontosan. Június második hétvégéje. Feri, sikerült már berakni a fő napra, vagy hol vagy? Mi nyitjuk, apa. Vagy még mindig viszont a brés sátornál nyomja. Most már mindig egy kiroszos mellett zenélek délután kettőkor? A Best of-val kezdjük. Igen. Mindig mi nyitjuk a fesztivált, viszont most már itt tudom, hogy a Europe drága, mert a mi gázsink meg megint a felelek, nem érdekes, de nagyon szívesen megyünk. Viszont azt mondanám, hogy mivel most ugye nem úgy fogunk menni, ahogy eddig mentünk, hogy csütörtök reggel a koncert után én nem lennék itt Budapesten. Elhagyott kicsit a város. Már most Szabit fogok kivenni a Europe miatt. Csúnyán elintézzük magad. Jó. Oké. Ha nem vagytok elégedett a gázsival, akkor álljatok Nemesbe Osztót, az összes Europe számot játszátok. Jó. Ati, nagyon köszönjük akkor ezt. Beszélünk még úgyis a fesztiválon. Így van, és sok szeretettel, akkor természetesen azt a négy hallgatót várjuk. Jó, nagyon-nagyon drága, vagy még úgyis hívunk, hogy mi lesz, hogy lesz, mivel készülünk, mivel készültök. Jó? Jó munkát nektek, köszi. Ciao, köszönjük szépen Dobai Attilának a Harley Fesztivál atyának, kitalálójának és szervezőjének. Ő a nagy mindenes. Sárkomákot, tele tankot, nedves búztát. Fé, ezek motorosok. Hát srácok, így kell egy motorossal beszélni. Kell-e tankot, nedves bukszát? Így szerintem soha nem kell egy motorossal beszélni, mert ezen ők nem tudnak nevetni, ez inkább kínos. Ezért nem járok le ilyen, mert kb. Igen. Az első fél órában megvernének. Nem, te lennél az első, akit betomnak a közösbe. Ja, igen. Nézd a kicsi, milyen jó kedvű. Hozzátok csak ide. Ati ajándék, a szedjétek le róla a masni. Most akarom. Ez biztos lehet benne, hogy csúnyán kapnál. Nagy Európa rajongó vagyok, Svédországban születtem, nagyon szeretem őket, velük nőttem fel, szeretném őket látni, újra imádom őket, miattuk növesztettem ki a hajam, és azóta is hosszú Tomász küldte nekünk. Egyébként rengetegen írtok még, jó, nem ma van a sorsolás, nem most döntjük el, de ne felejtsetek el, nem azért, mert hogy nekünk szólni kell, és hogy mi ne felejtsük el, de hogy lesz. Benne van egy pici. Lesz egy sorsolás, amikor is Europe Meet and Greet-et tudtok nyerni, jó? Egy pici szünet, aztán jövünk a nap legjobb pillanataival. 3:40 múlt pontosan 3 perce, jó reggelt, nálam nagyobb Európa rajongó nincs. Varga Miklós, ahogy énekli a Vén Európát, a büszke nőt. Csodálatos. Igen. Nagyon várom már benneteket, hogy hétfőn találkozhassunk veletek élőben. Sopron Deák tér. Kati Sopronból, így van. Sopron Deák tér. Ott kezdünk jövő héten hétfőn. Most viszont mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Kora reggel megbeszéltük, hogy kinek milyen volt az első nap a munkahelyén. Egy amerikai csaj ugye kiposztolta, hogy gyűlöli a napközisovi, gyűlöli a gyerekeket, viszont be kell menni. Gyorsan ki is rúgták, és arról beszélgetünk, hogy az első nap egy bizonyos munkahelyen soha nem egy könnyű életfeladat, új kollégák, új környezet, ki mivel találkozott, már kinek milyen megrázkódtatás történt az első munkahelyén, az első napján. Erről beszélgettünk, valamint végeztük egy kísérletet, ami nagyon érdekesen zárult. Arról beszéltünk, hogy Svájcban, Ausztriában milyen klasszul mennek ezek a becsületkasszás rendszerek, kiraksz egy kis gyümölcsöt, lekvárt, almát, kirakod, hogy ennyibe kerül, és ott hagysz egy dobozt, tegyenek bele azok, akik arra járnak, illetve Magyarország nyugati részében is kiválóan funkcionálnak a becsületkasszák. Illetve kerestük azt a megélhetési formát, amiből aztán fent tudjuk majd tartani magunkat az Egyesült Államokban. Ez elúszni látszik, mert hát, ez szörnyű. Igen. Szörnyű eredménye lett a kísérletnek, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A kísérlet vége elég szomorú lett, mert hogy egy ideig jól álltunk, tették az emberek a pénzt, tették, aztán valaki elvitte a pénzt. Na. Úgyhogy ennyit a becsület kasszáról, szomorú a vége, de a dobozt ott hagyták, a egy süti vagy két süti megmaradt, a tálca ott maradt, sőt, hát ugye maga a kassa is megmaradt, ami egy félig meddig elhasznált cipős doboz volt, amire vágtunk egy lyukat, viszont valaki az összes pénzt kivette belőle. Azt meg kellett fordítani, ki kellett rázni. Kiöntötte szépen és elment. Hello Csabi, jó reggelt! Jó reggelt, én most tettem bele egy 100-as nektek. Rendesek vagy. Jaj, de aranyos vagy. Hát ebből nem esőzlet. Meg is ettem egy szeletet. De állítólag most a kollégák dobálnak bele nekünk pénzt, megsajnáltak bennünket, és már egy pár százas így belekerült, tehát picit megsajnáltak bennünket. Nem tudom, hogy sírjak vagy nevessek egyébként. Hát, 10-ből egy ember volt ilyen. Csak az egészre rányomta a bélyegét. Tehát, hogy most se azt mondjuk, érted, hogy de jó, hogy 9-en vettek a sütiből és befizették a 100-ast, hanem azt mondjuk, hogy elvitték a pénzt. A becsület kasszalényeg, hogy nap végére mennyi van ott, igen, ha a 100 bedob, de egy elvisz, akkor...
és az a legszebb, hogy lehet, mert ugye mondtátok, hogy 600 forint volt benne, tehát 6-an fizettek. Amikor áthoztuk. És aztán akkor valaki elvitt két szeretet, és kivette még a maradék sütit is, meg a pénzt is, és evett is pénzt is van. Hát vesz egy üdítőt, tehát száraz volt a süti. De érdekes kísérlet volt, hogy jó volt látni, hogy néhányan toporognak, visszajönnek, beletesznek, inkább nem merik elvenni. Érdekes volt ezt látni. Hívjuk a nap hallgatóját. Jó, de akkor miből fogunk élni az államokban? Ott nem lopják ki. Azt nem tudom. Biztonsági őr leszek egy meleg bárban. Vedd le rólam a mockos kezedet. De addigra már ott lesz a finkidobó a haja menjen innen. Ja. Derék hallottam te. De ott ezt nem érti. Morning show. Az bizony. Hello. Hello. Nem írtad alá. Nem, Noémi vagyok. Noémi, hello. Noémi, neked van egy férjed, aki mit csinált az első napján a munkahelyén? Igen, hát aki lecsúszott slipszel, nem kérve bemutatkozni. És a végigment az irodákon, és utána végigment az üzemen is, és a legvégén szóltak neki, hogy hát egy picit nyitottra vette a dolgot első nap. Igen. Nagyon tetszett, hogy leírtad, hogy túl nyitott az első naphoz, ezt mondták neki. Igen. De jó. Igen. Noémi, te vagy a naphallgatója, szeretjük, ha lánya az, mert hogy ritkában szoktak nők lenni, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Köszönöm szépen, köszönöm. Hol hallgatsz minket, Noémi? Tatán. Tatán? Hát oda most sajnos. Onnan már csak egy ugrás Sopron. Igen, sajnos Tatán nem megyünk, akkor nem biztos, hogy találkozunk. Szemti. Igen. Noémi, küldjük neked az ajándékcsomagot, mondtad, hogy morning show, úgyhogy megkapod. Jó? Köszönöm szépen. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Sziasztok! Hello. Mi a recept, Feri? Tegnap már ugye fölvetettem a két dolgot, amit meg is rugdostatok, a gyönyörű vadkacsacombomat. Ezt altatni fogom, jövő hétre tartogatom a kitelepülésre. Akkor most valami egyszerűbb? Muflonszték? Muflonszték, egyébként majdnem eltaláltad. Szurikát a belső. Jó, de finom az. Szurikát a tokány. Jó, de finom az. Na, mindegy, a lényeg a történetben, hogy a piacon most eper van, amire már ráírják, hogy magyar, szerintem az még nem, de ezzel nem foglalkozunk. Eper van meg spárga, ebből van egy saláta, egy nagyon jó joghurtos méz, majd van egy ilyen kis mártogatónak, és egy tudod, mi van még? Na mi? Egy ilyen tarja van. Gondolom frissen szeletett ürühús. Nem, sima sertés. Aha, nem sima már. Sertés. Sima, mi? Gyönyörű sertés, csontos tarja. Beteg vagy? Ilyen. És hozzá néhány szelet emumel. De az csak ilyen taparásnak, hogy ki ne száradjon. Várj, ez jól hangzik. Spárgás, epres, saláta? Igen. Ez jól hangzik. Nem mondom, hogy tök egyszerű, nyilván nem az órákig szöszmötölsz vele. Most el kellene indulnom a városba spárgát venni, 4 óra múlva hívnálak. Janikám, gyere már, meg kiszáradtam, és még mindig spárgát. Spárgát venni, piac? Meg úgy érti a Feri, hogy az epres doboz van a spárgával átkötve. Úgy jó, igen. Oké, szóval, hogy megvan. Fent van már a Facebookon, így van, fotó is. Átment a fotó, Viki. Akkor jók vagyunk, megjavult az internet. Csabikám, remek zenék lesznek? Rock the Night, Open Your Heart, Superstation. Ezek mind a horos lágereim. Csak ajánlok neked egy párat, de a mieink közül viszont Nikát ajánlom, aki ugye tiniként a legjobb tini énekesnő volt, de ez már régen volt, azóta felnőtt. A Garmi Funky Stuffban is énekel néha, és hát vannak saját dalai, és hát ahogy a Ferint mutogatja, senki nem látja. Tehetséges. Nagyon tehetséges lány lett. Olyan torka, olyan gyöngyvel a torkában. Ő a papa, ne félts. Ezt a Garmitól tudod? Neki volt az a dala, igen. Ez nem volt. A papa, ne félts, nem vagyok rossz kislány. Szegénye tőle már némán menekülne, de hát ez régen volt, amikor ő kicsike volt. Persze, igen. Hát azóta már eltelt. Ő kiváló énekes lett egyébként. Nagyon, és van egy friss klassláger, ez a Lélegzem, úgyhogy ezt ajánlom figyelmetekben, mert nagyon jó. Meghallgatjuk. Csabira, kívánság műsoron? Igen, annyira tudom egyébként, hogy a Balázsnak egyetlen igazi programmal lehet kedvezni, ahol biztos, hogy ott lenne egy Euro fellépés, Special Guest Nika. Nem tudom együtt. Szeretem, hogy ennyi év után már ilyen jól ismersz. Gyerekek, Sopron, Deák tér, ott kezdünk jövő héten hétfőn. Milyen sütit vigyek? Finoman. Hova? Sopronba. Miért hozol sütit? Mondtátok, hogy minden napra legyen süti. Nehogy, dehogy is, ne viccelj. Hát nem tudod megcsinálni. Tényleg nem. Nem kell, majd amikor visszajöttünk a stúdióba. Drága Soproninak, megyünk hozzátok, ne felejtsétek el, Deák tér, jó, várunk mindenkit szeretettel, rengeteg ajándékkal, magunkkal és minden mással megyünk együtt Sopronba hétfőn. Jó, szép napot mindenkinek, Csabi jön a kívánság műsorral, szevasztok! Csabi! Sziasztok!